calitate sutance cu taxilață, putem întune în bar. O polană că vin polane gândați, o ruși numenghe în bar. Eu un peț putam de enigmar, o șirum turum honem ugyar. O nevem nélem viste a padba hát, nem szerethetsz más. Rubert voltam, te Rubiszár, a sírom, túrom, ha nem úgy áll. A nevem nélem viste a padba hát, nem szerethetsz más. A transzisztor
dolot jártunk, részeg a fámmal, minden kocsmában italoztunk. Fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, mert minden bankot már kirámoltunk. Aztán orgyilkos fegyverből hangőrrem fel, csapám így szólt ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán mennyi más, így éreztem többé, már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, ső azt mondta, hogy elmegy, soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk, fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangdörrent el, s én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban, szinte vártam egy percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzád, szaporázd a lépeit. És a puskám fog, aztán menjél már. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörren. Hát így érünk véget, és még az sem éltet. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király, 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 a béka király. Wow, jött a lány és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány király lány. Mint három skamidőn, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőn az rím. Mely időn, vitéz Mátyás király urunk, mennybe szállas érette Dabkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs.
most ön csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lő az jég. Bécsnek büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóbban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szuperbuli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Már is, hogyha nincsen ló, a dégedőt is eljátszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha több kész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Adaj a híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, ad ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Há, bizony a tablettásporttól kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboldott a Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, férjet kerítünk és a jány el. Ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló.
Hello, hello, sziasztok, szép délután, pontban 2 óra. Ja, bocs. Cicasztok. Ah, persze, bocsánat. Cicasztok, srácok. De egyből megvilágosultunk. Miau, miau, és még egyéb finom nyalánkságok, hoztam tejet, egyébként cicás bögre, már csak azért is. Kölcsön vettem ilyen a cicás bögréjét. Cicás pólóm az nincsen, srácok. Nem értem, miért nincs cicás pólóm. Viszont nekem nincs, de a Pamut Labornak van. Úgyhogy mindjárt megnézzük, mielőtt elkezdjük a játékot, hogy milyen fajta cicás pólókat viselhetnék akár a live-ba. Tehát, hogy ide beteszek nektek egy linket. Erre klikkeljetek rá, srácok. És már is mutatom nektek, hogy... milyen cicás pólót viselhetne Dave, hogyha lenne most éppen cicás pólója. Aztán nyugi, játszani is fogunk. Tehát, feljöttek a link alapján az oldalra, beírjátok, hogy cica. Nagyon vagy cicás, kijavítja, bocsánat, cicás. Figyeld. Super Hero Family, ez a best cicás póló ever. Tehát, hogy így konkrétan nem ilyen cicára gondoltam, de hogy anya karakter cica, apa cica. Oké. Okay. Szerintem ne így keresünk rá. Nézzük meg a macska szónál. Figyeld, macska. Oda nézzél. Hát egyik szebb, mint a másik. Az én kis macskám. Not today. Kaparós macska. Kaparós macska, gyerekek. Ez azért... Na, ezt mondjuk itt viselném, ez még oké. Okay. Oké. Okay. Látod, már 1000 forintos kupon van, srácok. Tehát sokat klikkeltek, kaptok 1000 forint kupont. Jurassic Parkos Rollos cicás cucc, ez is tetszik. Látod, dobálja ám az 1000 forintot, tehát megéri náluk rendelni, egy 1000-es kapásból visszaadnak. Ez cuki! Jó, vannak itt nagyon cuki cicás cuccok is, úgyhogy, hogyha szeretnétek cicás pólókat, akkor a Pamut Labornában nézzetek körül, de úgyis megtaláljátok, hogy bejöttök, hogy állatos, cicás, bengáli, brit rövidszőrű, mondjuk perzsa, azt tehát szeretem a perzsát. És akkor ilyen kis gané perzsa macska. Az élet sokkal szebb egy perzsával. Például. Vagy lehet akár ilyet itt. Az élet viccesebb egy perzsával. Ilyen gyönyörű cicás pólók. Tehát érdemes körbenézni. Ez volt a szponzoráció, helyes srácok. Link a leírásba, és be fogja dobálni a Nightbot. Úgyhogy kezdjük el szerintem magát a játékot. Mit szóltok? Már is köszöntelek titeket, ameddig betölt a játék. Dave annyira felkészült, még a Steam-et se indította el. Itt van velünk Baxi, Körcil, Bea, Gréti, István, Besenyei Laura, Mr. Doki YouTube, Szárnyas Lány, Anna, Huba, Laura Ament, ahogy mindenkinek, illetve Szakadjon beléd egy marék nápoi. Tudtok segíteni? Vannak pattanások az arcomon, mennék ki napozni, nyilván bekenem magam naptejjel, de nem, ne, de kell tartanom valamitől, jobban begyulladna. Babám! Igen, igen, van. Bocsánat, mondjad. Azt mondja, Jana, hagyják ki felületeket. Na, azt mondja, hogy a Prey nevű játék, hol a fenébe van a játék, haló? Ja, megvan. Nem is Prey, hanem Stray. Jó, hogy tudom a játék nevét, nem? Tehát igen, folyton Pamut Laboros reklámokat dobál be, sajnálom. A Schrödinger macskás póló kell, igen, az nagyon jó, azon én is elgondolkoztam, hogyha már kell mondjuk egy cicát, mert ha nem végzünk ezzel a játékkal, akkor kelleni fog egy, és akkor lehet, hogy cicás pólót. Persze, egy játék miatt kell egy cicás póló, hordom 3-szor és annyi. Na! Nagyon izgatottan vártam ezt, hogy elkezdjük. És akkor szeretném megkérni, hogy köszönjön be Es és Pati is most. Már eddig direkt nem köszöntek be. Itt van velünk, itt vannak ők is, és Csaba, Krisztián, Simon is. Voltam strandon, de nem ezen a héten. Azt lebarnultam, úgy nem is napoztam. Hát a király vagy.
Hello, hello, szép napokat, miau, miau. Igen, mint láthatjátok, tegnap a nagy trollkodásnak köszönhetően egyrészt Baxi megcsinálta a tagoknak a troll emojit, most minden tag dobjon egy troll emojit, és már nyár előtt én tavasszal beszéltem Patival arról, hogy szeretném felkérni, mint moderátort, és ez is felmerült már szintén tavasszal, és most itt az idő, innentől kezdve, hogyha jönnek a csúnya trollok, akkor Es és Pati is működésbe lendül, és megállítják a trollokat. Arra kérek mindenkit, ugyanúgy kezeljétek, mint eddig, nyilván meg lehet beszélve velük, hogy nincsen direkt kitiltás, stb. Nyilván ok nélkül nem bannolunk, és hát ugyanúgy attól várjuk a játékokba őket, stb. Csak most már ők is aktívan elnánspángolják a trollokat, ugye Pati rájuk ül, Es pedig leüti őket Alícia online-nal, vagy nem tudom. Szia Bogi! Na de startoljunk el, jó-e a játék hangja? Kicsi, nyisd le a fejed! Hát kösz! Nagy a pofám! Amúgy igen. Jó, még, de már hova tegyem magamat, Anna, nem férek el, nagy a képem, jó. Na, figyelj, most jó lesz, szia Huna Channel. Volt egy próbálkozásom, 8 percet játszottunk ki a návon, én ezt úgy adtam elő, hogy 20 percig kipróbáltuk. Jó, akkor csak 8 percet játszottam vele, csókolom. Kicsit hangosabb a játék, na ezt köszönöm, ezért kérek visszajelzést, lejjebb veszem a játékot. Igen, és akkor most jó, 1, 2, 3, 4, most lejjebb halkítottam az OBS-be, muszáj tesztelnem. Így most, hogyha a játékot halljátok és a D-bet is így jó lesz-e, kérlek írjatok, Baxi hangos, mi a Baxi hangos? Még mindig hangos, akkor várjál, a játékon belül settingelünk, mert én most OBS-be vettem le. 1-2, így jobb, figyeld, yes. Na, most lejjebb vettem, de hátulról még Jana is főzőskézzük, mehet kicsit még lentebb, most már jó. Most jó, szuper, tökéletes, szia te a na, start game. New game, start game. És akkor remélem a fontos dolgokat nem fogja kitakarni a csúnya nagy fejem. De csepereg az eső, lefolyik az arcodon, szegény cicák szarráznak. Na, indul a sztori. Amúgy gyönyörű maga a játék dizájn meg minden. Kettő cica, három ceca. Négy ceca. És annyira életszerű, tényleg, tehát, hogy fergetegesen jó. Ott van a nagy ceca, Dév ceca. Az, ma Dév ceca vagyok, nagyon jó. Jaj, de szép vagy, édes fiam. Na, mit tudunk csinálni? Meghúzom. Megfogom a farkát, és játszok vele, oda néz. De édes amúgy. Nézd a! Mit játszol velem te? Megkarmolom a mellkasod és szétnyalom a pofád. Milyen cuki. Jó, a feketét felkeltettük. Nézzük meg velem, veled mit tudok csinálni? Bunyó! Én lecsaplak, oda nézzél. Mondjuk a valós életben is ezt játszottuk a macskákkal, csak én nem voltam macska. Hogy felhúzta a hátát, annyira szépen ki van dolgozva. Hány órás a játék? Hát elvileg végig lehet vinni 2-3 óra alatt, de hogyha minden szírszal csinálsz, mint én, akkor lehet 8-10 óra is. Úgyhogy, figyeld, megtámadlak. Bú! Elkapom a farkam. Mármint, ja, az a kutya csinálja, nem baj. Kú. Dorom. Te vagy az én. Ó, megnyalja a szakállammal, a tokámat nyalja. Aztán elmegy. Megtisztította a tokámat és visszavonult. Lefeküdtek. Hát jó éjszakát, cicák! Én megyek egyet kakát, mármint... jó messzire, hogy ne érezzétek a szagát. Így, itt nincsen alom? Ó, akkor borzalom, nem fogok mégse kakilni. Megyek én is aludni. Mert van kakiló cica emojink is, ugye? Most azt is lehet aktivizálni. Ja, ez jó lesz. Ó Istenem, szívem, ez már is gyönyörű. Hát nagyon, nagyon. És annyira élethűen vannak kidolgozva a macska járása, meg a nézése, meg a csípőjének a ringása. Elállt az eső.
a nyugodt környezetbe egy pillangó repült be. Mindig csillelnek a cicák. De valami megütötte a fülét. Viszkasz? Hol a viszkasz? Viszkaszt érzek. He, tesó, gyere már, érzem a viszkaszt. Neki is szóljunk. Ne szóljunk neki, ketten fogjuk a viszkaszt elcsorni, de még nyújtózkodok egyet. Jó van, szóljunk neki, ő tudja, hogy hol adják ingyen a viszkaszt. Te, tudod, hogy a Tesco-ba akciós a viszkasz? Nem mondod, induljunk azonnal. Mindenkinek kell az az olcsó viszkasz, indulás. Így indul a sztori. El is mentek, látod? Hát kell nekik az akciós. Na, nézzük meg, merre van a Tesco, ki tudja? Én nem tudom. Te, gyere már, erre van szerintem. Honnan tudod, voltál már a Tesco-ba? Nem, de már hoztak innen romlott halat. Oda nézi. Hoppá, lejjebb van. De itt a csatorna lesz lenn, nem baj. Bemászunk a csatornán, kicsorjuk az összes macskaeledelt, és utána itt a 5 kilós macskaeledelt ide fogjuk húzni. El se bírod? Nem baj, azért vagyunk többen, ide húzzuk közösen. Na. Tényleg akciós, amúgy tudom, tényleg akciós valamelyik macska eledel, én is láttam macskás csoportban. Na nézzünk körbe, mit tudunk csinálni. Inzultálom a másik cicát. Szia! Beleállok az arcodba. Ha, nem hagyja meg. Te mit csinálsz ott fent? Én is jövök. Fönn vagyok a csövön. Ott a fekete ceca. Na, édes kis cicám, menjél. Azaz! Nézd, ahogy rohannak, én is velük akarok rohangászni. Na, kiugrik nagyobbat. Hoppá. Jó, nyávogott. Haló. 26.800 forint a játék, ezt honnan szedtétek? Messze nem. 10.000 Steamen, tessék átváltani, újra számolni Anna. Soha nem volt 26.000. Kaparó fa. Azt mondja, Q. Na, kaparjál. Aha, és így az egérrel kaparok. Jaj, mindkét kezemet, vagy mancsomat tudom. Kezemet? Halli Sakura. Jó, ennyire szerintem most már van körmöm. Hú, megint valami olyat csinál, Jana, amitől fulladni fogunk. Nem, csak máskor szólj. Akkor nyiss ajtót. Bocsánat, meg kell szakítanom a játékot, mert nem akarom, hogy butaságot higgyetek. Nem 26.000 a játék, mutatom Steamen, gyerekek. És ezzel nem annál degradálom, de hülyeséget ne írjunk, kérlek. 26 euró. Az messze nem lesz 26.000 forint, mert 1 euró nem 1000 forint, hanem 1 euró 300 valamennyi. Rosszul számoltad ki, de pontosan megnézem nektek, gyerekek, figyelj. 10.000 691, nagyon szépen köszönöm édeskertnek. Azért mondom, hogy az biztos nem annyi. Tehát ha valaki meg szeretné venni, 10.000 forintból megvan, nem 26.000-ből. Annyiból már két játékot veszel. Már nem 410, most szerintem csökkent az euró. Én biztos, hogy 10.000 valamennyi vettem. Na, igyunk. Na, tudunk inni, nagyon jó, fölnyaljuk itt a padlót. Aztán mit tudunk még? Amúgy már ennyire belementünk, ez a játék nekem már ennyiből megér egy 10.000-est, annyira gyönyörű. Tehát ha támogatni kéne a gyártót, nyilván, hogy ezt megveszem. Megyünk a csöves macskákkal, mármint hogy csövön érted. De miért nem tudok nyávogni? Elvileg tudok. Na, dorombolni nagyon tudok ennek a cicának. Ó, de cukik, édes Istenem. Miau. Én lenn megyek. Nem kockáztatom az életemet ott fenn.
De valamelyik betűvel megtanultunk nyávogni, csak pont nem figyeltem. Minden ember macska nem lehet, kivéve ebbe a játékba. Ne is tényleg. Megnézem a kontrollba, van-e valami, vagy ha tudja valaki, mivel nyávogunk, az írja már be, mert pont nem figyeltem a chat miatt. Gingi felmászott a billentyűzetemre, és majdnem leírt valami hülyeséget. Van ilyen. Bal alt gomb. Köszönöm. Hát várjál. Igen! Nagyon jó. Altal tudok nyávogni. Mi van, tesó? Mehetünk. Várjál már meg! Hova rohantok? Én is ott megyek fönt. Lelöklek. Én merek itt tovább menni. Bi-bi-bi. Na jó, nem. Macskafanoknak kötelező, 100%-osan. Oda néz, hogy végig siklottam. Roham! De név, ne legyél vadállat. Jó, hát én nagyon jó cica vagyok. Én sose csinálok semmi rosszat. Igen, ezt még tudom, hogy itt jön egy szomorú rész, csak ezt se írjuk be. De ha elakadok, akkor segíthetsz, édeskert. Én eddig láttam a szomorú részig. Liba sor. Oda nézzél, settenkedek a földbe. Ott folyik le a víz. Tudok körbenézni is közelítve. Várjál. Hopp. Előre hallom, Baxi, de én fekete macska akarok lenni, és tuti. Szeretitek a Santa Maria zenét? Ez így nagyon random, de amúgy igen, nincs vele bajom. Hoppá, fekete Baxi átugrott, hoppá, az is átugrott. És jövök én. Pityu, gyere már át. Oh no. Ajja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 jj
Rip. Jogi, élünk. Na, tök jó, Ambrus. Imádom, hogy ebben a játékban lehet ilyen macskás dolgokat csinálni. Nyugi, élünk, csak nagyon sántikálunk, mert eltört a lábunk. De amúgy, amikor Janáva ezt néztük, azt mondta, hogy neki volt egy cicája, aminek eltört a lába, és teljes mértékben így mozgott. Nyávogjunk egy szomorút. Ott maradtak fönt a testvéreink. Úgyhogy megyünk egyedül. Amennyire tudunk. Ó, eddig tudtunk menni. Legyen a macska neve Káposzta, mert eredetileg is az lett volna az én macskám neve. Elájultunk. Na, indul a cybervilág. Ott mennek a kis robotok. Meg ne edd meg előtte, Pati. Olyan finom limonádét iszok, tök jó. Na, a robot kinyitotta az ajtót, most már csak el kell odáig váncorognunk. Hát futni nem tudunk. Ú, de szomorúan nyávog. Nézzünk meg, mi van itt. Bejutottunk a városba. Mondd be, hogy megkeressük a Tesco-t. Csúnya potkányok. Oké, tudok ugrani, igen.
hát nem halott, ilyen robotos kiber világ lesz valószínűleg. Aha, oké. Okay. Ott egy kamera. Jaj, tessék nézni engem, egy szegény csóró macska vagyok, szeretnék tápot most azonnal, kedves kamerás ember, úriember. Dead City, az a neve. Várjál ide, arra nem tudok menni, várjál. A kamerára rácsimpaszkod. Nem. Igen. Mi van itt kidobva? Jó, ide büdös. Nem kell nekem. Jó, mehetünk tovább. Itt, ó, doboz! Doboz! Nem tud belemenni a dobozba, pedig az annyira cicás lenne. Ott vannak a kis patkányok. Vagy valamik. Gyanúsan sejtelmes zene van. Nagyon jó, dobozolok. Ó, föllöktem egy széket, ellöktem a széket. Összetörték. Ki törte össze a széket? Nem én voltam. Igen. Kis sikátor. Hú, ott tudok mászni a falon? Nem. Ajajajajajaj. Hát nincsen itt egy lélek se, hát ki ad nekem viszkaszt? Oh-oh. Amikor az egyik kutyánk kicsi volt, akkor kis ládában aludt még. Az cuki. Adjak a sziszának chipset, ráültem, de attól még finom. Nem tudom, mennyire ehetnek a cicák chipset. Húha, oda át tudok ugrani, igen. Te szellőző. Nagyon jó. Oda. Nem nagyon ehetnek a cicák chipset, ne adj nekik azt. Adj nekik valami finomat. Follow me. Hát, hogyha azt jelzi egy cicás kép, hogy kövess engem, akkor valószínűleg arra megyünk. Vagy pedig ez ilyen csapda lesz. Oké. Okay. De hova kövesselek? De tábla. Azt mondja, hogy arra. Húha. Cica mióta tud olvasni? Ez annyira intelligens cica, ezt el tudja olvasni. Jó? Az én cicám az nagyon intelligens. Halló? Ebbe kérem szépen a viszkászt. Most már egy vödörnyit kérek, vagy lehet beletenni tejfölt is, vagy egeret. Rátok bízom, csak adakozzatok. Várjatok. Hogyha szeretnétek egy szegény cicát támogatni, szupercset, szupermatrica és tagsággal, tudjátok, ez a donételő vödröm, nem kakálok bele, komolyan ígérem, nem fogom összepiszkítani, tejfölt is lehet beleadni, illetve lehet macska tápot. Nagyon szépen köszönöm, hogyha segítesz. Nézz a szememre és mondd azt, nem érdemlem meg. Nézz a szemembe. Hát nem megérdemlem, oda néz. Én egy szegény csóró macska vagyok és konkrétan csak egy vödröm van, ezt is loptam a földről. De hogy így a vödörbe fogom, mindent beleteszek a vödörbe, amit adtok nekem. Elszarok a vödörbe. Jó. Van másik vödröm, hogyha megtelik a donét vödör, akkor van egy másikam. Ha azt telenyomjuk tejföllel, ebbe még lehet adni akár csirkepaprikást is, azt is nagyon szeretem. És a testvéreimnek is viszek belőle, hogyha megtalálom a kiutat. Mondta a cica. Így van, minden donated simi a cicának. Hát szerintem akkor az durca lenne. Ó, ledobtam a vödröt! Ajajaj, te buta cica! Ajajaj, nézd oda, ledobta a vödröt! Hát menjél vissza érte! Be ne bagoljál nekem. Kell a vödröm, mert biztos nem viccből tudom fölemelni. Hol a vödör? Hol a vödör? Elcsorták a vödröm! Csóróbb lettem, mint voltam, már vödröm sincs. De van. Na. Elviszem a vödröt, mert valamivel meg kell tőt, valamiben bele kell tenni a viszkaszt, komolyan mondom, de mibe tegyem bele? Nem lopott vödör donételni, lehet kaját, tagságot, szupercsinat, szupermatricát, úgy van. De nézd meg, hát én szegény csöves cica, tessék arra menni, mondom. Hát nem látja a fátú az erdőt, hogy merre kell menni. Na várjál, ide bejöttünk, oda fölugrunk, igen, szia Nikolett Fehér. Igen, mászunk, nagyon jó, jaj, de ügyes vagyok. Ja, nem tudok nyávogni, tele szája, nem is értem, hogy miért. Ventilátor. Igen. A ventilátor, az megöl. Ó, leállítottam a... Nézd oda. De szép vagyok. Hely, hol a vödröm? Ellopták a vödröm.
A ventilátor, ne eltűnt a vödröm. Nem kell vödör. Ja, a vödörre fogom meg a ventilátort, hogy ne csapjon szét macska eledelnek, amit azután megesznek. Jó, értem. Érzékellett a vödör. Hát ebből nem hozok sok mindent a vödörbe. Doboz. Igen. Ez mi? Lelökte. Hallgassuk meg, milyen mély. Figyeld, füleljél. Aha, ha itt leesünk, megdöglünk. Tehát, hogy eléggé mély. Ez ezért volt. Még egy ilyen kis köcsög. Mármint... ez nekem kell. Fogd már meg. Nem kell. Ezt is lelököm. Te, lökjed le. Úgy, oda mész. Oj, de szép, mindjárt lelököm, figyeld. Azt hitted. Lelöktem, Q betű használat nélkül, ez már professzionális játékmód. Ezeket mindet le tudom lögdösni. Hát nem nagy haszna van, de... igazából ez jó játék. Nyilván azért vannak itt a dobozok, hogy mindet lelökjem. Tudom, hogy miért lenne itt. Így. Gyönyörűen lelöktem a dobozaim, most már mehetek. Leértük. Igen. Ujjaj. Mi ez a hang? Ó, nagy doboz! Ez is kell nekem. Igen. Nem, hát arról jöttünk, várjál. Igen. Lenes! Mi van? Jaj, cica! Szegénynek már csak 8 élete van, vigyázz rá. Igen. Na várjál. Itt a doboz. Igen. Oké, hazaérek az instant get. Nagyon jó amúgy, csak rá kell jönnem, hogy hova megyek. Igen, ide fel tudok jönni. Ó! Ott is egy doboz! Lökjük le! Told meg, cica! Betörtem az ablakot! Vigyázz az üvegszilánkokkal! Komolyan! Akkor át tudok ugrani, oda nézzél, én vagyok a paukember, cica! Jó, de jó! Betörtem valakihez! Mármint, hogy... ott a dobozom! Van itt valaki? Csókolom! Senki? Akkor ez most mától az én lakhelyem. Igyekszek nem meghalni egyébként, meg lehet a játékba súgok. Ezek a mai macskák, hát látod? Mi ez? Összepisál, már mint a... Ne már, szétkarmoljam a szőnyeget! Hát egyértelműen. Troll cica vagyok. Hát, ha kiások valami kincset. Kaparjad! Hát, nem ment tönkre még a szőnyeg, szomorú. Igen, ide fel tudok jönni. Inni nem tudok a csapból? Nem. Szomorú. Új, másik szőnyeg, ezt is szétkaparom. Hát, mi más csinálna a cica, nem? De jó, ahogy megvan animálva, nagyon jó. Ezeket is leverem, ásvány víz. Nem kell víz, se cserép, az se kell. Ragasztó, az se kell. Azt nem akarom leverni, mert nem tud. Mindent lelökök az asztalról, ho-ho. Hát ez az élet. Nagyon jó. Végeztem a feladatomat, mehetek tovább. Várjál, ide még nem mentem fel a kanapéra, jó összeszőrözni. Az a szőrözzet. Nagyon vicces cicának lenni. Az mi? Van vízkasz? Víz! Hát remélem, hogy víz van benne. Ha jól érzed magad, akkor dobj egy hatalmas lájkot. Köszi. Na, nézzünk tovább. Mit tudok még itt cicákodni? Igen. Elment a fény. Milyen romantikus. Mennyi vödör! Cserép! Még egy cserép. Sok vödör. Itt valami festőmunkálatok voltak. Mi van? A füst, bocsánat. Hopp, még egy cserép. Mi van a vödörbe? Kutyaszar. Mármint nem. Amúgy valami festék, vagy valami lötyi van a vödörbe.
én vagyok a vödörbe, zsákba macska helyett vödörbe macska vagyok. Halló? Nagy utazás. Azt mondják, hogy ez az élet, nem halunk meg. Ajjaj, na, kiugrunk? Kihár. Dév, legyen menned érzelem, túl sok, hogy eltrolkodod. Nem, én érzéssel játszom, még mindig keresem a viszkázt. Még egy íz. Hopp, azt is fellöktem, ez az. Hely, bicikli, piros bicikli, minden van itt, ami ilyen jó. Figyeld, hopp. Ojaj, viszont most már jönnek az ellenfelek, attól viszont félek. Tehát, hogy nagyon szeretek ezzel játszani már most, de az ellenfelektől való meneküléstől félek. Igen, nagyon jó. Azt írja a nyíl, hogy arra menjek, nézzük meg, mi van a másik irányba. Egy zárt ajtó. Hó, fel tudok ide menni. Lelököm a sörös üvegeket is, ez az. Eddig nagyon aktív dolgot csináltam, menjünk tovább. Ezek itt megtámadtak egy robotot. Hogy megijedt a macska? De jó, meg volt animálva. Szia, robot. Dév, donételjek macskának macska kaját. Van egy majdnem emberméretű zsákkal. Az kemény. Mi vagy te? Nem büdös. Ez elég ijesztő ez a hang. Felugrunk a kukára. Oké. De most ott hagyom a robotot? Hát ott hagyom. Húr, itt az elég hideg van. Megint ott volt valami fel. Doboz! Igen. Ajjaj! Ki emlékszik a Plague Tale végigjátszásra? Na, ugyanennyire félek ezektől is. Futni kell! Jaj! Nem! Mint a piócák! Nem, de left alt nem esik kézre futás közbe! Shit! Mentek innen el! Nem! Nem öltök meg! Ujjajajajajaj! Megy már innen! Ajjajajaj! Meghalok! Meghaltam. Annyira tudtam, hogy nem fogom túlélni. Nem baj, még van 8 életünk. Fúj. Ugye? Relaxációs játék, az. Ezek a bogárizék, nem tudom még, de megpróbálunk úgy elfutni, hogy most akkor nyomogatom jobban. Megpróbálom kikerülni. Ó, de a billentyűzet meg beérzékeli, hogy ki mást akar beállítani. Jó, most másik irányba megyünk. Megpróbálom őket kikerülni. Szia, elmese! De nem már! Kitalálta ki ezt a left alt? Jó, nagyon zavaró. Nem lehet valahogy átállítani a gyerekeknél a left alton legyen, mert a billentyűn folyton kízél, hogy nyelvet akar váltani. Ajjaj. Jó, megpróbálom még egyszer.
Hát ez gyors halál lesz. Számoljátok hány szó hal meg Dave, sokszor te a... De amúgy ez jó játék, eddig kétszer, most lesz a harmadik. Menje, mondom, jó, nem erre kell menni. Ez a része nagyon nehéz, hát örülök neki. Eddig volt cuki a játék. Na, megpróbálok másik irányba szaladni. Nem. Csúnya piócák, hogy mi a fenék vagytok ti. De ott zsák utca van! Nem. Hát ez hosszú lesz. Ez a játék nem 3 óra végig játszás lesz, ha így haladunk 8. De elsőnek milyen sokáig eljutottunk, az kéne most is amúgy. Nyomva tetvek. De nem érzékeli, mert a space nyomom! Kitalálta ki ezt a left altot, komolyan! Basz, már mint a... Ne! Mert megnyomom mindjárt a Windows gombot, gyerekek, tehát hogy ne, ez a legszarabb irányítások ever egyelőre, és nem azért, mert meghalok, hanem egyszerűen, hogy nyomjam a shiftet, meg a left altot, és mellette a WASD-t úgy, hogy ne nyomjam meg a másik billentyűt. Mert ha a space lenne, amivel ugrok, akkor sokkal jobb lenne. Átállítom. Mindjárt megnézem, hogy át tudom-e, mert ez így nagyon rossz. Gameplay, controls... Aha. Na várjál, nekem... A left alt az a miau, az kéne másra, de várjál, mi esik kézre jobban. Leverni, tehát az E betű, hogyha nincs, akkor inkább legyen az E betű. Aha. Jó. Nézzük meg így. Talán egy fokkal jobb lesz. Azért ne fogadjatok rá. Igen, sokkal jobb az irányítás, köszönöm. Egyből átjutottam. Na, mondtam, hogy nem esik kézre. Tehát az Dave nem hisztizik, srácok, hanem valami tényleg nem esik kézre, egyszerűen akkor nem esik kézre. Nyávogjunk a robotoknak. Köszi a GG-t. Igen. Uh-huh. Az eléggé mélynek tűnik ott. Hát ha bár... mehetünk le is. Aha. Hú, de sötét van amúgy. Várjál. Lökjük le az üveget, dehogy is.
mennyi doboz megint. Jó, mondjuk hát mivel lenne tele a játék, ha nem dobozokkal. Arra nem praktik, ott van valami, aha, ezt már értem. Gyere le! Hoppá! Nugi. De cuki! Ellökte. Aha. Próbálom nézni a területet is. Találok-e valamit. Hoppa, az összetört. Aztán lehet, hogy csak körbe-körbe megyek, akkor elnézéseteket kérem. Néha van egy olyan feelingem. Még fedezem fel a területet. Igen. Itt valami kék. Valami kék, érted? De jó. Igen. Elég szomorú, hogy ez az elhagyatott város olyan szempontból, hogy egy lélek nincs benne. Valaki visszanyávog ott! Hallottátok? A testvérem, hum vagy? Mindjárt megtalálom a hazavezető utat. Ide fingott a macskám, az büdös tud lenni. Na várjál, nézzünk itt körbe. Igen. Itt a kék cuccnál igazából ide beestünk, és akkor itt hova tudok menni? Innen ott lefele akar ugrani. Sehol nem tudok kimászni, várjál. Nyávogó délután tartunk. Emberek, másfél éve küzdök, edzek, számolok, mit eszek, leadtam 14 kilót. Izmosodtam is, azóta most először lépek ki bikinibe emberek elé, nagyon boldog vagyok, hogy gratulálok, és örülök, hogy jól érzed magad a bőrödbe. Rendben van, Bogi, köszönöm, hogy itt voltál, és este jó visszanézést, és kitartás mára. Jó, hogy ezt el tudom hengerelni? Várj, ez nem megmozdult az előbb? Hogy ez nem löködik el? Nem. Én vagyok a lökött. Nem, valamit itt kell tuti, mert az érdekes, hogy itt semmi interakció nincs. Aha. Na várjál, látod? Ide feljöttem. Hát itt ennyi volt, amit tudtam bent. Ide kijövök. Igen, ide fel tudok ugrani, ide le. Meg kéne találni a cicát, vagy? Görgesd a kerítés mellett valahogy a hordószerűséget. Azt néztem én is, hogy az mozog. Ó, hogy bele lehet menni. Ó. És valóban. Köszönöm, hogyha ennyit bénázok valahol nyugodtan, akkor lehet súgni, csak ne egyből, így most jól jött ki, köszönöm es. Aha. Gondoltam, hogy valami a hordóval lesz, majdnem leestem. Szia, Azazel!
Megértettem az ellen, amit mondtál, hogy az irányítás nehéz. Már egy betűt átállítottam a menekülésnél, mert nem esett úgy kézre. Úgyhogy ja. Annyit kértem mindenkitől, hogy nyilván ne spoilerezzen, és ha nagyon bénázok, akkor súgjanak. Most volt az első olyan pillanat. Ezt is lelököm. Úgy. Te végig játszottad már? Oké. Én egyet állítottam. Jaj, bakker! Jó, nem estem nagyot. Nekem a kontroll nem esett kézre, átállítottam E betűre. Na, ez tök jó. Hoppá. Ott nem jó, valaki egy húzamba 3,5 óra alatt játszottak, ideben nincs benne a teljes felfedezés történetszel. Igen, bár én már 2,5 órát is hallottam. Én nem akarok vele kapkodni, ahogy megy, úgy megy. Aha, ezt le tudjuk tölteni. Egyből át is tudunk jönni. Miért kapkodjunk? Szerintem tök jó ez a játék, legalábbis tetszik. Néha benyávogok. Hát nyilván lesznek majd ilyen speedrunnerek, akik 2 óra alatt végig tolják. Igen, írtóra jól ki van minden dolgozva, csillagos ötös. Dobozok. Ki meddig játszik és milyen béna. Jó, igen, már vagy 3-szor vagy 4-szer meghaltam, tehát az tény. Hoppá! Meg vagyok, Nugi. Mondjuk lehet, hogy csak körbe-körbe megyünk, de ne foglalkozzatok vele. Én csak első városba bolyongtam egy órát, nézelődtem. Igen, tehát a gyors kijátszásban nyilván az, hogy a gyorsan végig tudja játszani, de ezt én sem élem annyira. Hoppá! Ennyi valaki összetörte azokat a cserepeket. Ki volt az? Csak nem egy Dave nevű cica. Ez de fura hangzó. Ez egy Felix Spider-Man. Hát amúgy hasonló, igen. De jó koncepció, hogy végre valaki a macska szemszögéből dolgozott fel játékot. Én is csináltam el, hogy minél előbb kitoljam, de utána végigmentem még egyszer felfedezni. Aha. Ó, le tudom kapcsolni a ventilátort. Igen, Spider-Sisza. Elloptam a aksit. Megyek vele. Csókolom. The Flat. Szeretem a speedrunokat, de előbb szeretném kielvezni minden pontját a játéknak. Így, ahogy mondott szárnyas lány. Hoppa, boros üveg! Azért a boros üveg, ha így elrepül, megmondom, az összetörik és nem marad a számítógép fölött. Ez az én vagyok a... Oda néz, én vagyok a pati cicája, szétjárkálom a billentyűjét. Megkívántam a tejet, ezért hoztam egy tejet. Jó tetted. De szép amúgy ez a rész is, jól meg van csinálva. Ahogy beleugrok a csapba is. Na jó, de nem megyünk. Ez mi ez? Még egy szőnyeg, amit szét tudok kaparni. Miért repült az üveg? Nagyon durca, igen. Oké, szétkapartuk, nagyon jó.
Az a vicc, hogy a macska pont így néz ki. Az tényleg, akkor nagyon cuki macskád van. Hopp, az üveg! Ennek is a földön a helye, azoknak is a földön. Mi itt vannak ezek az asztalon? Kirakta ide? Mindent le kell lökni, mert a macskák úgy gondolják, hogy akkor van a helyén, ha össze-vissza a földön van. Ez az. Jó, be tudok pötyögni! Need help! De nagy! Jó, ez mi cuki? Ez is egy nagyon jó dolog. Küld el, enter! És kinyitottuk az ajtót. Köszönöm! Válaszoltam. Hol nyílt ki az ajtó? Segítséget kér a számítógép, lol. Hát valaki a számítógépen keresztül. Na várjál, hol nyitottam én ki az ajtót? Ez volt az, ugye? De menő hely. Csak annyi változással, hogy ő csak az alvás és evés meg a szőnyegre szarást tudja. Ó, vagy pisilést. Igen, nem a számítógép. Na, majd meglátjuk. Hoppá! Üss el! Már nem engedi elütni. Hoppá! Bevetted, elvettem! Jaj, ez ezzel működik? Aha. Ezt is elloptam. Ezt hiába tettem oda. Jó, hogy ide kell az ilyen bigyuszokat hozni, tehát hogy ide kell a 4 töltő. Hú, az kemény, hogyha 4 töltőt össze kell szedni. Egy műtőre hasonlít. Hát amúgy van benne valami. Igen. Tehát ide még kell 3 töltőt találnom majd. Minden igaz. Jó. Kis szék. Hoppa. Várjál, Q betű. Azt is lög le, fiam. A kamerák meg nagyon figyelnek. Na, amit lelögtem ide. Következő töltő. Elrepült a töltő, igen. Jó, már 2 megvan. Na, még 2 meg kell találni. De ne odaugorj! A gazdám széke. Jó, összemelegítem neki. Gondolta a cica. Hogy repül a doboz? Na, nézzük meg 2 töltés után mit csinál. De onnan nem. Ott is ott egy töltő, gyerekek, látod, összeszedem én, ott a töltő. De jó hangja volt. Már csak 1 töltőt kell megtalálni. Mondjuk itt nem nagyon, az nem az. Nem. Innen lögtük le az egyik töltőt, nyilván minden töltő más helyen van. Ott már felvettük. A macskám is előmelegítette a székem. Hol lesz az utcsó töltő? Ja, lehet, hogy visszaengedem és ott. Szépen megfejtjük mi ezt. Nekem azt tetszett ebben a részben, hogy Nyelvox bólogat a kamera. Mi van? Na, mindjárt megnézem. De ne ugorj vissza rá! Tényleg? És tényleg bólogat a kamera, ne! Innen levettem már egyet. Nagyon nagy. De akkor másik meg csak valahol itt kéne, hogy legyen. Hogy, vagy itt valahol, várjál? Aha. Igen. Nem, innen nem tud máshova ugrani.
meg kell találni az útsor töltőt. Ott van. Megvan. Na most már mind a négy töltőt bedugtam. A titkos laboratórium, kinyit a titkos laboratórium. Ez az. Nagy robot. Nekem voltak olyan fejtörők, hogy feladtam fél óra után néztem YouTube helpet. Azért örülök, hogy már eljutott egy szintig, meg édeskert, és hogyha nagyon elakadok, akkor szólni fogok, hogy tudtok segíteni. De nagyon jó fejtörőnek így érkezik. Na mi esett ki a dobozból? Mi az? Mi van a számba? Egy UFO fej. Ok. Ja, erre kell rárakni a fejet, az embernek a feje lesz, te jó ég, a robot fej. Vagy nem? Nem. Nem, valahova elviszünk, semmi vész. Hoppa, egy doboz. Kell a doboz. Kikérte a robot fejét. Ilyenkor bezárul? Hát nem. Nem, ez valahova ide lesz. Csak keresem, hogy hova tudom vinni. Ott a taszkószatyor. Nézz körben, ne csak szaladgálj. Köszönöm, Huna Channel. Hát itt van valami ajtó. Ezt látom, meg itt egy robot. Itt egy nagyító. És ahhoz, hogy ezt valahova betegyük, nem tudok ráközelíteni, hogy mi van a számba. Ó, ebbe csak... Ja, ez a robotfejnek a doboza. Nekem gyanúsan ez a nagy hűtő, meg ez a halott robot, ami itt esélyes. Hát nem tudom, mire gondolsz, hogy mit kéne észrevegyek. Hol lehetett a nagyítót használni? Nem. Nem, mert alapvetően a számba levő cuccot akarja ledobni. De addig nem is tudok csak ugrálni. A nyilak itt... Ó! De hát akkor nem is abban a teremben volt. Aha! Hát azt nem tudtam, hogy nem abban a teremben. Köszönöm a nyílsúgást. A kis E.T. fej. Kis droid. B1-2. Vagy B-fél. Vártuk, mikor esik le. Jó, a nyilak segítettek volna, hogy hova vigyem. Nem esett le. Köszönöm szépen, azazel ez így tökéletes segítség volt. De cuki! Nézd oda! Játszik vele. Ez meg mi? Ez nem viszkasz. Ez mozog.
Ó. Oh. Itt dolgozom, szabad vagyok, köszönöm. Az iWork az én dolgozom. Nem mondom el háromszor, itt worked. Ja, hát semmi logika nincs benne. Oké, okay, macska van a városba. Jó, rendben. B12-nek hívják, működött szabad vagyok. Igen, eléggé veszélyes itt a városba, és kövessem őt, nagyjából ez volt. Kövessük a robotot. Aha, a kulcs az ajtót nyitja, úgy emlékszik, hogy itt van. Ok. Ja, tab. Aha, a kérdőjeles kulcsocska. Ezt hogy veszed le? Várjál, neki futunk. Haló? Na, jussunk oda fel valahogy? Ja, oda kell tolni ezt a cuccet, már megvan. Ugye? Hát nem állt meg ott. Azt hittem elkezdi énekelni a kaszás Erzsi reklámot, igen. Hát ezt itt meg kéne állítani, de akkor lehet, hogy innen ki kéne venni valamit. Mert innen max ide tudok ugrálni. Kérdőjelre van gombunk. Ha ilyenkor rá tudnék ugrani, akkor nem tovább lehetne pattogni. Mi az, hogy akciógomb az az el? Az nekem nem mond semmit. Az E betű, amivel nyávogok? A Q betűvel... Nem csinál semmit. Mármint, hogy bennmaradt a Q betű, csak innen nem érzékelte. Betűvel veszek fel tárgyat, az a Q betű valóban, de... Semmi nem történik. Tárgyfelvétel. Hát most már megnézem, azt nem állítottam át én se. Control. Az interact az valóban a Q betű. De nem reagál a kérdőjelre. Semmi nem történik. Na, majd mindjárt megfejtjük, hogy mit kéne. Pedig valamelyik gombnak meg kéne, hogy működtesse, az fergeteges lesz. Én most mindent kb. Végig nyomogattam. A space-el ugrok, a Q-val, tehát a kérdőjelre kéne reagáljon? Valamivel rángassam le. Tehát azzal azt írta, hogy betűt használja. Ezt nem tudom oda tolni. Gomba aktiválja. Hűha! Ez nehezebb lesz így. V, S, A, D, oké, okay, space, Q, E.
Hát jó. Nem jutottunk előrébb egyelőre. De ott mennyire kell oda menjek az az el, vagy mikortól érzékeli a kérdőjelet? Tehát, hogy a kúma semmit nem csinál. Nem tudom, édeskert, itt vagy te, hogy eljutottál-e eddig, amikor kiírja a kérdőjelet? Na, várjál. Kijövök meg vissza. Na, a space-t ezt egyből írja. Semmi. E betű, arra tettem át a nyávogást. Akkor semmelyik billentyűm nem csinálja, mert lecseréltem. Akkor az melyik betű meg, mert akkor állítsuk be, azért nem csinálja, mert lecseréltem a futásnál. A use-nál. Igen. Jó, így már akkor megvan, akkor várhattam volna a csodát. Akkor olyan legyen, ami nem volt. T betű ugye nincsen? Jó. Igen, az az el, de lemaradtál, hogy áttettem a futás közben az altról az erre a nyávogás, mert nagyon nem esett kézre, és azért haltam meg. Amint áttettem, érdekes mód, egyből nem haltam meg. Na, így már oké. Megfejtettük. Most már tudom követni. Milyen szettem lett! Oda néz, milyen skint kaptam, hanyatt is vágtam magam. És belebújt a robot. De kicsit lassabb a mozgásom. Három óra nyolc. Te abban van invertorink. Lett egy kulcsom. Ó. Oh. Kinyitjuk? Igen. Nagyon jó, most már tudunk ajtókat nyitogatni. Ó, van lámpánk. Mi design? Hoppa, festék. Jó, összefestékezzük a mancsunkat. Jó, és nem csinálták meg, hogy festéket tovább viszem, pedig derül. Zongora! Nagyon jó. Tetszik. Van egy kód, hogy 374, ezt azért jegyezzük meg. Meg lehet, hogy hasznos lesz. Aha, 374, ezt megjegyeztem. 3. Megjött a trollunk, gyerekek, küldjük be a troll emojit. Üdvözletem. Kedves Falag Gábor. Már hiányoltuk. Hoppá, rossz gomb. Melyik a törlés? Tab.
Ja, de hogy 4-5 jegyű, akkor várja, valami nem jó. Ja. Igen, 374, akkor még ott kell valami számnak lennie. Ott van a doboz mögött, nem láttam. 3748, nagyon jó. 3748. Tada! De okos cica vagyok. Azaz, megyünk a vödörre. Repül a vödrös cica! Há, de cuki. Nagyon jó. Megérkeztünk. Mit keresel? Ez süti? Nem. Jó. Hát igen, érzem. Aha. Tengerpartos pálmafák. Onnan hiányzik egy tégla, azt ide látom. Most már nem hiányzik. Ó, posztkárd. B12. Szia, Nóra Szél, eddig dolgozott a trollunk. Na látjátok, de legalább ideért. Mi újság, Nóra? Milyen napod volt? Ajjaj, vigyázz! Innen is utazhatunk tovább. Van ilyen T betű. Safe zóna következik, aha. Hallod, babám, azt írták, hogy megcsalsz engem. Hát ezt írta a troll. Á! Hát ezt benézted, mert itthon van Jana. Azaz, milyen új információkat tudunk meg. És olyan kreatív, az egyik moderátorom apukájának adja ki magát. Az volt a neve, hogy S apukája. Igen. Le akartam tiltani, de azt se tudom, hogy kell nyomni. Megnyomod hosszan, és elrejtés ezen a csatornán valami ilyesmi a gomb neve. Rég nagyon jó napom volt, most értem az a bevásárlásból. Nekünk is nagyon jó napunk volt. Mi is ma bevásároltunk Janával, képzeljétek-e. Voltunk egy fain cukrászdába. Hú, ott egy robot. Csak annyit a trollnek amúgy üzenetbe, srácok, hogy... Bocsánat, megállok egy fél percre. Hogy... másnak a személyazonosságát és a nevét azért ne nagyon vedd fel, mert mondjuk az ilyen 30-40-edik után valószínű, hogy azért egy kicsi rendőrségi ügy IP cím alapján kereséssel meg lehet téged találni, és sajnos akkor a szüleidet fogják büntetni, nem pedig téged, úgyhogy nem feltétlenül javaslom ezt hosszú távon, amit csinálsz, de rád van bízva. Lelked rajta? Na, mi pedig akkor menjünk tovább a cicával. De milyen zene van, milyen bulis zene van konkrétan, miközben most keresünk egy robotot. Arra nézzé. Mi szobor. Ott szalad az ember.
Zárok, majd visszanézem. Rendben van, szárnyas lány, jó zárás, szia, szia. Ó, itt eltűnt a robot. Ott a csirke robot, úgy ment, mint egy csirke. De jó az a zene. Ez ilyen chilles. Tényleg félnek a robotok a macskától, de fura. Ó, több robot rohangálod be. Befutok utánuk? Nem, bezárták őket egy garázsba. Na, a nagy fő robot. Hát ez... Új, világít a szemem. Azt hitték rá, hogy zurk. Jaj. Én cica vagyok. Húst eszek. Ha úgy beszél, mint a trollok, nem tud írni. Nem értik a nyelvét. Milyen? Finom, nagyon. Te nem vagy zurk, köszönjük szépen. Igen, én nem vagyok zurk. Riasztó. Mindenkinek szól, lekapcsoltatta a riasztást. Gyertek ki, robotok! De ez egy zurk volt. Nézd oda. Közös robotgyűlés. Ez a piroska robot. Mit tudok neki mutatni? Szia, Sketi! Ebbe a városba egy óra elment, hogy körbenéztem. Hát elhiszem. Na majd mindjárt meglátjuk, hogy mi mit látunk. Beszélni kell a Momóval elvileg. De jó a zenéje. Itt egy szőnyeg, amit lehet kaparászni. Nézd a mindegyik, hogy néz rám. Enyém a kanapé. Mi újság, Sketi, hogy vagy? 99 óra 9 percet mutatott a játékon belüli óra. Megnézegetjük a dolgokat. Oké. De le tudok jönni? Hoppá. Nézd meg, lefeküdt aludni a cica. Horkol. Ez mekkora. Még horkol, addig töltök magamnak hideg vizet. Álmába is tud nyávogni, de jó. Ah, ő egy zenész. Hoppá, mi van ott? Felhúztam a fejemre a zacskót.
És gyerekek, meghűl az irányítás, mert nem lát. Nem úgy megy, ahogy irányítom. Hallod, mi ez? Nagyon jó. Jó, nagyon ötletesen lett megépítve, meg kialakítva az egész. Aha. Mi volt a kód? Nem olvastam el, hogy mi volt a kód. Azt valahogy meg tudom nyitni az inventárból. Aha, ezen van a kód. De ezt le kéne fordítatni, de ezt így nem fog menni. Nincs rajta egy kód. Safe, mysteries password. Igen. Nem tudja elmondani a kódot, vagy csak én nyomtam hülyén. Figyelj, a kód. 1111. Ez hosszú lenne, ha végigpróbálnék mindent. Vagy meg kell kérdezni az ember robotot, hogy mondja meg, hogy mi a kód. Aha, mutassunk neki itemet. Na. Aha. Nem tudja elolvasni a kódot, gondolom. Akkor mindjárt bevisszük valami olyannak, aki tud olvasni. Olvasd el nekem a kódot, kérlek. Bináris kód, ő se érti, gondolom. Szomorú. Ja, még nem találkozó Eliottal nem tudod megfejteni. Ezt nem tudtam, ott is mutatott valamit. Ja, akkor az Eliottot kell megtalálni, rendben. Nézd, de mit iszunk? Kemény a cica. Menjünk akkor a másik oldalra is szétnézni. Ide föl. Momóhoz küldeteli, hogy történet során felbukkan. Oké. Okay. Új memória darab lett a robotnak. Próbálok feljutni, vagy hát valahova máshova. Innen le tudom ezt lökni. Ott újra tudok én kibegyelni. Hoppá! Lugi! Ő mitó? Aha. Jó nagy óriás robot. Tehát meg kell találnom Momót. Hú, le tudom lögdösni. Ez az. Itt is le tudok feküdni, aludni. Mi cuki? Oda nézz.
akinek tetszik, dobjon egy hatalmas lájkot, köszi. Szerintem nagyon jó kis game ez, tehát hogyha ajánlani kéne, akkor szerintem írtó jó, rengeteg részt fel tudsz benne fedezni, amíg körbenézel, nagyon látványos, meg minden, meg egy cica vagy, tehát ennél kell több. Na, felkeltünk, mehetünk tovább. Leírod nekem lefordítva az az el, hogy mit mondod, hogy hol találom? Már azt mondtam, hogy amikor nagyon olyan van, akkor megköszönök egy fordítást. Na itt a Q betűvel be tudom kapcsolni a tévét. Sárga neonos épületet mondott? Jó, rendben, köszönöm. Majd mindjárt megpróbálom megtalálni valahol. Hoppá, ott is tudok valamit. Ja, kaparni a kanapét. Amikor ráközelített a kép, hát én már azóta össze-vissza jöttem. De majd mindjárt megtalálom valamit. Körbenézek. Valamit én is fordítózok, hogy értsem, aha. Enyém a kanapé. Azt nem tudom lelökni. Na, vegyünk ki még egy italt. Hát jó összetört. Még egy felfedezésre váró rész. Rip humans. Oh. Gyűjtögeti a piát. Uram. Hoppá. Kaparófa. Nem tudok sehova felugrani. Hozzá tudtunk dörgölőzni, ez egy nagy mama. Elektrik kábel kéne neki. Ha jól láttam. Ezeknek adhatunk innivalót? Nem, ezek se kérnek. Hm.
Ja, erre is csak kaparni tudok, aha. Na, várja. Ott írt, hogy Elliot. Programming. Aha. Ő Teddy. Itt egy kocsma. Ő már ott alszik. És itt a kocsmáros úr. Elég furi hangja van. Nézzünk körbe, mi van itt. Aha. Hangulatos, kapcsoljunk másik zenét. Apróságok. Igen, itt csöpök be a víz, a plafon nem túl megbízható. Csengő. Látom, hogy közben ilyen emlékeket gyűjtünk be, ami tök jó. Jó sok emléket össze kell szedni. Megint nagyon jó a zene. Na, felvettünk még egy cuccot. Aha, adjunk ennek is egy innivalót. Ő se kér. Senki nem akar inni. Milyen kocsma ez? Állítsunk még egyszer zenét. Na, keressük meg azt az Elliotot. Őzek. Te se iszol? Nem. No, szívecskézett. Rico. És itt egy ajtó. Ez nem nyílik. Hát innen indultunk, csak nem tudom, hogy merre lehet, akit keresünk. Na, itt még mondjuk talán nem voltunk. Marketplace. Itt a kábel, ami kellett annak a valakinek, nem? Mint hogyha úgy rémlene. Na, hát maximum energiát el tudunk adni. És ezt hogy kapom meg? Aha. Egy energiaital. Yeah, megszereztük a kottát. Sárga neonos épület, de ez meg nem segíthet, az egész háttér sárgás, vöröses. Majd mindjárt megnézem. Ó, három, annyi már nincs, azt hiszem, három energiaital. Aha. Megnézzük, mi van itt fent. Mindent is lelökök. Aha. Ó.
Na, próbáljunk egy sárga neonos épületet keresni. Szia, Summertime! Itt már voltunk előbb a csöveseknél, csöves robotoknál. De nem tudom melyik irány, mindjárt nézzünk el erre. Ugyanott rohangászunk, sárga neonos épület. Itt a kód, hát ez sárga. Mondjuk messze nem neon. Nem ilyen sárga mi. Itt sárga lámpa. Nem a ház sárga. Oké, üdv újra Anna. A reklám felirat sárga. Ja, én sárga házat kerestem. Felfelé. Itt csak lefelé tudok menni. Ja, nem, ott van fölfelé, semmi. De hát itt meg eddig van a fölfelé. Ne spoilerezzük le a végét, én is kíváncsi vagyok, és majd kiderül. De akkor megyünk lefelé, meg nem. Azt mondta, az az el fölfelé. De mondjuk relatív, mert sehol nincs fölfelé, akkor mászunk. Igen, azért gondoltam, hogy mászok. Na, így már azért eléggé jó haladunk a föl irányába. Aha. De így meg megint lemegy, várjál. Hát azon piros neon van. Várjál, menjünk még följebb. Hát akkor utazzunk. Ennek nagy értelme volt, ennek a nagy leutazásnak. Azaz. Mármint melyik az elén? Esküszöm, nem értem. Jó helyen voltam, hát én nem láttam semmi sárga neont. Az egész játék kb. Piros meg sárga. Ne izélj már. Hogy jutok oda-vissza? Bakker. Hát előbb-utóbb majd csak visszajutok valahogy. Az itt labdázik. Dobjál föl, belemászok. Megint nem tudom, hogy melyikre gondolsz. Én nekem semmit nem mondasz, hogy sárga, mert minden tele van sárga lámpákkal. Nagyon cuki hangja van. De megpróbálok feljutni újra. Ó, nem tudom visszalökni. Mi ez a lamp? Innen jöttem, nem ugye? Az az el, haló. Itt ugrottam le az előbb, vagy nem? Na, a sárga. Vagy nem ez? Ez sárga. De itt meg semmi nincs. Az erkély, ahol volt egy ablak. Hát én ezt a sárga neon cuccot én nem láttam. Tehát, hogy
Vagy vak vagyok, vagy annyira magasan volt, én ezt nem láttam most sehol. Tehát oké, hogy leugrottam, de ezt még most se látom, hogy hol volt. Tehát a szándékot köszönöm, hogy küldtél egy képet, de én azt a neonizét nem láttam. Na jó, valahogy csak megvesz előbb-utóbb. Keresem, hogy hol van, de akkor az valami magason van, nem? Magas területen. Menjél itt föl. Azért nézzétek a játékot is, Pati. Na ott a sárga! Most látom először a sárga neonos szart. Ott van. Hát de jó, én lentig néztem, odafönn már nem néztem. Na várjál, most azon gondolkozok, hogy jutok oda-vissza? Nem baj, azazel meg rájövünk előbb-utóbb. Jó, legalább a remember-ök megvannak, azt is gyűjteni kell úgyis. Tehát ha oda kéne eljutni... akkor... Opa, csak itt tudok lejutni. Aha, oda szembe. Jó, hogy már legalább látom, hogy mi a cél, hogy hova megyek. Na végre célirányba vagyunk. És akkor itt lesz valahol a robot, ugye? Ez még nem ő. Oda fel is kéne jutnom fentre, azazel azt mondtad. Nekem személy szerint ami nem tetszik, hogy nem én irányítom, az ugrás korlátozó van, lehetett volna szabad opciót tenni bele, leesel az meg a te hibád. Nyilván az egy kicsit nehezítene az egészen. Igen, oda az erkére. Hát, az még kérdéses, hogy hogy jutok oda föl. Próbálom megfejteni. Valahonnan valószínűleg oda kell majd menni, de... hogyan, azt még nem tudom. Én nem tudom magam itt felhúzatni, vagy felmenni. Tudom, hogy voltam már egyszer fenn, de akkor azt sem tudtam, hogy oda kell menni. Ez rohadtul csak lentre megy, ez nem visz fel. Azzal nem vagyok előrébb. Na, addig ezt kiszerelem. Hoppá, rossz gomb. Végül is hátulról is majd közelíthetjük. Naposz helyettem, és én is nekem is ez jutott eszembe. Ezért óvatos, hát innen oda nem bírok elugrani. Jó, jussunk vissza ugyanúgy arra az oldalra. Valamivel fel kell oda húzatni magunkat, az biztos, csak hogy... megint itt vagyunk. Hűha. Csiszen nagyon szavarna, hogyha kint a konyhában beszélnék? Mennyit?
Attól függ mennyit. Nem tudom, ki jól lehetsz. Nem tudom, mennyire hallatszódsz bele. Az a kérdés, mennyire hallatszódik bele, nem az a kérdés, hogy engem zavar-e. Átfogalmaztam, amit mondana. Jó, ha nagyon sírtok, akkor még leérhetek. De nem ezt mondtam, próbáld meg, hogy ha ott beszélsz, mennyire hallatszódsz bele. Erkély alatti tetőre és keres légkondit. Erkély alatti tető. Aha. Már fél óra az egész? De most nem mentél a telefonodért? Nem, mit mentem el? Miért? Nem végeztem időben. Ja. Bocsi, és most én hamarabb letöröltem. Ó! Oh. Aha. És akkor innen kéne még föl. Megvan! Ez nehéz szülés volt. De ha neked fontos, babám, benyomhatok egy 20 perc szünetet. Na, ott egy családi kép. És akkor mit kell ennek a momónak megmutatni? Ah. Ja, most ezt a képet kell megtalálni, amit mutatod, gondolom. Ezt egy fél percre láttam őszintén. Nézzük meg újra. Azért nézzünk körben állva. Ja, a notebook lapokat össze kell szedni. Aha. De szanaszét vannak a városban. Köszi az infót. Mi történt? Várjatok, srácok, szünet! Just
sírom, tudom, ha nem úgy áll. A nevem mélyen vésted a padba, hát nem szerethetsz más. Robert voltam, de Robi szár. A sírom, tudom, ha nem úgy áll. A nevem mélyen vésted a padba, hát nem szerethetsz más. Srácok, ha valaki tudja, hogy lehet visszaállítani magyarra az angol billentyűt, ezért kapcsoltam át nekem a Ctrl-Alt-tal, amivel futott meg, vagy az Shift-Alt-tal, és megnyomtam az Alt-ot, konkrétan átállította angolra a billentyűm. Ha tudjátok, hogy kell visszaállítani, melyik billentyűvel, azt megköszönöm. Na például ezért váltottam cuccot. Itt egy labda. Jaj, mi történt? Igen. Magát nem törte össze, csak a telefonját. A telefonjának kiesett a képernyője a földre, és az csattant. Igen, elejtette a telefonját, és széttört a telefon. Rip. Alt-Shift most meg nem is érzékeli. Ja, Alt-Shift az nem, az ezt... Mindjárt leállítom a live-ot, tehát hogy nem csinált semmit. Na, ahogy nyomogattam ugye a futásnál, amikor a patkányok elől futottunk, vagy zurkok elől, akkor átállt angolra, és azért állítottam át a billentyűm, mert már akkor is írkált folyamatosan, hogy zavarja ez a kombó. Nem baj, majd megoldjuk, tehát igazából most ez van. Most mit mondjak? Örülök, hogy nem magát törte össze megint live-ban, mint régen annó szegény. Több is veszett mohácsnál, mint a telefon. Nem, még nem megyünk ki. Mondom... Igen, keresem a notebookokat. Aha, most oda mutat szembe. Még előtte nézzünk körbe. Messze nem néztük körbe a lakást. Öt macska kaparás van. Addig is, hogyha tetszik a live, akkor nyugodtan tudsz támogatni, nyugodtan, idegesen is támogathatsz Supercsat, Supermatrica vagy tagsággal. Ha itt megint be tudjuk trollkodni ezt, ez nagyon jó. Amúgy azért vagyok ennyire nyugodt, mert nem a fő telefonja volt Janának, hanem volt egy régebbi, amit még szintén használt, és az tört össze. A fő telefonja, hála az égnek, majd azt mondja, most megy, mert ott hagyta valahol. Tudjuk, hogy hol meg minden, úgyhogy... Tehát most annyiba rip, hogy azért azt a telefont is használta a heti szinten. Szia, Gabi! De hát van ilyen. De még mindig mondom, egy inkább az eszköz törjön tönkre, mint ő. Össze, nem tönkre. Itt egy... Be tudunk mászni az ágy alá, nagyon jó. Problém. Téka problém. Igen, itt is van egy emlékszerűség. Felszívott... Dotatról. Idő, amíg csinálja az új fiókot, de azért mondom, hogy Pati, ne emlegessétek, és akkor nem jön. Viszont van egy nagyon jó troll emojink, amit tudnak használni a tagok. Jelenleg 75 tagunk van, ameddig ennyien vagyunk lesz. Hát amint lejárnak az ajándékozott 5-5 tagok, akkor nyilván elveszik a troll emoji, mert 15 ajándékozott tag van jelenleg.
Na, azzal is tudtok támogatni, de azzal igazából a mongúftáknak is nagyon nagy támogatást adtok, mert random választja ki a YouTube, hogy ki lesz tag, és tök jó, hogy olyanokat is választ, akinek nem lenne lehetősége. Na, oda át kell jutni szembe, nézzük meg. Valamit ott szembe mutatott, ez biztos, ott a piros izénél. És ez Baxinak köszönjük ezt az emojit, ezt ő csinálta. Még nem iratkozhatok fel Baxi csatornára, csináljátok meg. Idegesen küldöm ezt most. Azért vagy ideges, hogy ilyen béna vagyok, az az el vagy, ami Jana volt ügyetlen. Mondjuk azért, ami én vagyok béna. Ne, nem arra! Nem ide akartam lejönni. Én is ideges leszek, az az el. Hogy jutok vissza? Ja, hogy idegesen értem. Jó, köszönöm szépen az ideges 400 forintos szupercsetet. Köszönöm. Ideges szupercset. Best ever. Jó, hát akkor keresgélünk ilyen lapokat is. Körbenézünk. Az Endling, ezt nem ismerem. A Straight hallottam egyedül, hogy megjelent most. Na jó, majd visszavergődünk oda, nézzünk egy kicsit körbe. Most vissza kéne menni a kocsmároshoz amúgy, hogy találkoztam ezzel az emberrel? Vagy nem a kocsmároshoz, hanem ott, amik voltak ott, ő neki. Hello, hello, Guardian. Nem, pont szarik bele. Majd mindjárt följutunk a város tetejére. Ezt most már tudjuk? Nem, még mindig nem tudjuk a digi kódot. Endling se rossz, az milyen játék? Én nem hallottam még róla. Ezt is igazából ajánlottátok sokan, rákerestem. Júj, rókás, várjál! Lehet, hogy akkor mégis tudom, hogy melyik. Macskák nem isznak, csak tejet. Endling, mindjárt rákeresek. De hogy az a rókás, amit gondolok. Jaj, tudom! Ezzel is szemeztem, igen. Csak hát van egy keret, amit túllépek. Jelenleg ennyire futotta. Kockásabb grafikás. Tudom, tudom, már rájöttem melyik, rájöttem, az is, azt is vagy fölvettem a kívánság listára, vagy csak terveztem. Tudom, hát ne felejtjétek el, hogy anno például az azzal ajánlotta a Lost Ark-ot is, meg hasonló játékokat is játszottunk, úgyhogy ezek maradnak, tehát hogy attól, hogy most rengeteg közösségi game volt, meg Nintendo-s, ezeket nagyon szívesen játszom. A Lost Ark egyik kedvencem volt, hamarosan most már tényleg érkezik a top 10 kedvenc játékom, és bőven lesz szó a Lost Ark-ról is. Designban ez viszont most csillagos ötös egyelőre, ez a Stray. Na, próbáljunk visszavergődni föntre, miközben pofázok. Nagyon jó. Erre lejjebb jöttem. Tehát vergődjünk föntebb, hogy lejjebb jöjjek. Figyelj, körbenézünk itt is. De itt meg már voltunk, ez a nagymamásos. Te mit csinálsz itt? Lemaradtam, mi ez a tagság ajándékozás? Ez úgy működik, azazel, hogy számítógépen, tehát PC-n vagy laptopon működik ez a cucc, ez olyan, mint a Twitch-en, csak most vette át a YouTube, még ilyen, még mi is tanulmányozunk Baxival igazából, random ajánlja föl, ezt tegnap megállapítottuk Szárnyas lánya meg mindenki, vagy random ajánlja föl, hogy 50 tagságot, vagy 10 tagságot, vagy 20-at, vagy 5-öt, vagy nem tudom mennyit ajándékozol, ugye ez 1000 forintost kerekíti 995 forintra nálam, és tudsz ajándékozni 5-öt, 10-et, néha 2-t, van akinek 1-et, de hogy ez tök random adja, és amikor volt a csatorna születésnap, akkor én ajándékoztam 5-öt a nézőimnek, én havonta szeretnék is egy ilyen 5-öt random kisorsolni, és képzeld el, hogy nem csak azoknak között válogat, aki fent van a live-ba és nem tag, hanem olyannak is adhat, aki fel van iratkozva, sokat volt a csatin, de most éppen nincs itt, tehát fontos, hogy hangsúlyozom, hogy azt lenyilatkozta a YouTube, hogy nézi, hogy ki volt aktív nagyon a csatornán, meg minden, és akkor egy hónapig tagok lesznek, és ez is egyfajta támogatás, hogy ugye használják az emojikat, látják a live menetrendet, és tök király. És most így összejött a 75 tag, és így lett új emoji.
De ez ilyen egyszer levonós, vagy mindig nem? Ha egyszer ajándékozol Azazel mondjuk ötöt, nem tudom, hogy melyiket ajánlja föl alapból, ami a legkevesebb, alapból a legtöbbnél az ötöt szokta, vagy kettőt, akkor ez egyszer levonós, levonja, és egy hónapig, tehát ha mondjuk ma érkezik ajándékozás, akkor hetedik hónap, akkor nyolcadik hónap 25-ig, aki kapja, ő tag lesz, és amikor lejár, akkor már nem vonja le újra, mert addig tartott, ez ilyen egyszeres. És akkor ajándékoz az ember, amikor szeretne, ez így működik. Legalábbis szinte 100%, hogy ne. Azt tudja, hogy nem vonja le újra, mert azt írja, hogy ott megszűnik, tehát aki kapta, az kapta, például Anna is ajándékba kapta. Jó a rendszer ötlete egyébként, mert tényleg így olyanoknak is eljuthat a tagság, de az annyiba rossz, hogy nem én választom ki, vagy nem az ajándékozó. Tehát, hogy például itt volt Zsilu, aki mondta, hogy szívesen ajándékozott volna Mufinak egy tagságot, de amúgy meg pont a Mufit kiválasztotta az egyik ilyen ajándékozás, vagy a Szárnyas lányé, vagy a Baxié, meddig ők voltak a két ilyen ajándékozós, meg én. Ezeket mindig kiemelem, meg így megjegyzem meg, mert tök jó dolog, hogy a mongoftákat is így segítjük, meg király, és hogy tényleg ez volt, de hozzátettem azt is, hogy azért milyen szar, hogy az 5000 forintot kéri el az 5-re, holott például a Baxi csatiján, ahol a 200 forintos tagság van, ott 1000-ből már 5-öt ki tud sorsolni. Úgyhogy nagyon random még, és még mi is tanulmányozzuk, akiknek van ez, hogy hogy működik, meg hogy mint van ez. De jó, tehát ugye most volt csati szülinap, kaptak is sokan, azóta itt is vannak, addig benne is vannak a VIP-be, úgyhogy fajn ötlet, tehát én ezt nagyon örülök, hogy a Twitch-től vesznek át dolgokat, meg tudod köszönni például azt is, hány hónapja vagy tag, rámész a dollárjára, és megszakítás nélkül több mint egy hónapja vagy tag, akkor van egy olyan, hogy ingyenesen be tudod dobni, hogy és akkor kiírja, hogy hány hónapos támogatást lehet megköszönni. Úgyhogy érzem azt, hogy nagyon sok minden átjön ide a Twitch-ről, és ez nem rossz. Azazel 5 Mongufta family tagságot ajándékozott, és megkapta az SSO klubos oldalam, DKG csapat, Mici, Pajor Szabolcs és Baj 10. Wow! Mondjuk az szomorú, hogy a régi SSO-s cuccom is megkapta, de Azazel, nagyon szépen köszönjük a támogatást, viszont DKG csapat ennek úgy fog örülni, meg a Szabi, meg a Baj 10, ők Fortnite-ba szoktak aktívan játszani velem, és így ők is lesznek hangba, úgyhogy, és Mici pedig egy új nézőnk Azazel, legalábbis úgy emlékszek, hogy pár hete nézi a csatit, vagy hónapja, és biztos, hogy örülni fog, valahogy majd megpróbálom őket értesíteni, hogyha itt lesznek, illetve kiírom a közösségi fűre, hogy Azazeltől kaptátok, és hogy hát, hogy amúgy látják is, meg minden, meg fognak lepedni, és ami még plusz, ilyenkor küld egy e-mailt nekik, hogy ajándékba kapták a tagságot. Úgyhogy e-mailben jelzi nekik, hogy ajándékba tagok lettek. Nem a Mirtil, a Mirtil Mirtus néven lett, de a Mirtil amúgy is tag már nagyon sok hónapja, ő nem is kaphatta volna. Ez nagyon jó célba talált, mondom, az kicsit rossz, hogy az egyik az az én régi SSO klubos fiókom. Komolyan ki fogom követni magamat a régi fiókjaimmal, mert hogy konkrétan már ha be tudnék lépni, mert az így most elment a levesbe, de attól független a másik négy ember az tényleg nagyon örülni fog, mert mondom, a fiúk, ők Fortnite-osak, ők minden Forti Live-ba kb. Itt vannak. Úgyhogy még egyszer köszönöm a támogatásom nevükbe is, és nekik is gratulálok innen. Úgyhogy szuper. Ezzel most nagyon megleptél. Sok kicsi sokra megy, ez így van. Az is nyílt titok, hogy ez a játék se jött volna létre ilyen gyorsan, hogyha nincsenek a támogatóim és ti nem vagytok. Hogy kell kiemelni? Anna, szerintem te ezt nem tudod kiemelni, mert az már több mint egy hónapja tagnak kell lenni, az még nálad nem lesz, és lehet, hogy az ajándékozott tagok nem tudnak kiemelni. Tehát ez a játék nyílt titok, hogy a fele az a YouTube bevételből lett, ugye a 10-nek a fele 5, és 5-öt pedig a saját munkabéremből vettem, bár tegnap megtudtuk, hogy én munkanélküli kövér disznó vagyok, aki nem dolgozik semmit. De a lényeg az, hogy amúgy ez nyilván, hogy hülyeség, tehát hogy tényleg így van. 23 hónapos tag, Azazel, nagyon szépen köszönöm, mindjárt 2 év, és hogyha meg lesz a 2 év, akkor egy új cuci jelenik meg a neved mellett, ugye most a szülinapos emoji van.
Wolf, hát ezt is kipróbáltuk. Figyelj, szuper vagy az el, köszönöm szépen. Mondom, nagyon meg fognak lepődni a fiúk, bár pont a héten csak kérdőjeles. Spoiler, a tagok ugye látják a live menetrendet, ma kitettem, ne írják be, hogy mikor mi lesz. A Fortnite kérdőjeles, hogy lesz a hétvégén, de most már azért is lesz. Szup, milyen eddig a játék, letakartam az adás, de hallak. Hát figyelj, Bax éppen most jött be 5 ajándéktagság, és amúgy meg nagyon jó fingós láma, nem, majd meglátod, hogy mi lesz a következő. Azok is tudnak, akik ajándékozottak, csak előtte még tagnak kellett lenniük. Á, értem, Pati. Tegnap előtt jó nagy vihar volt nálunk, minden tönkrement a kedves szomorú, a dollárjelnél van, igen. Hát azért esmelte, elnyomtad a múltkori szülinapi live-ba vagy valamelyiknél, és kb. Havi 2 havonta engedi azt a megköszönős dolgot, nem mindig. Milyen eddig a játék? Hát én nagyon eltévedtem, mikor meg kellett egy neonos cuccot keresni, azaz elsúgott nem picit. Gyűjtögetés szempontból emlékeket kell összegyűjteni, lapokat. Van egy-két nagyon jó küldi, a macskának az összes interakciója írtó jó, a menekülés nagyon nehéz, én átállítottam az egyik billentyűmet, hogy nem az altal interaktolok, vagyis hát, hanem az E-vel, és az erről így lekerült, így áttettem a térre, mert a menekülésnél 3-szor meghaltam kb. Baxi, majd kíváncsi leszek, te egyből túléled-e, és mit mondjak még, igen. Így ezek, de hogy amúgy nagyon élem és nagyon tetszik, és ebben még bőven van lehetőség, tehát nem ma fogom végig tolni azért se, tehát még ha tudnám se. És most például megpróbálok visszajutni, mert ez a szegény cica mindig leesik talpra, de hogy ez teljes mértékben azt mondom, hogy 10 000-et bőven megért. Eddig még piskóta volt, ezután jön majd a nehéz menekülések. Sejtettem, mert eddig egy menekülésem volt, az is kezdőszintű. Úgyhogy előre félek, azaz el, ne is mond. Én is már elnyomtam, DVS-osra vettem. Mit? Most nyomtad el, Pati? SSO Channel benyomta, hogy 3 hónapja tag, köszönöm szépen. Ez volt ma, meg ugye azaz elnek az 5 ajándékozása. Meg a szuper csete. Jó, most végeztem a munkával, szóval hamarosan United-olok, jól teszed? Én még egy picit játszok, de nem olyan sokat volt megint. Ó, volt, de most már csúnyákat ír, Baxi. Most ne írjátok be, lányok, de tényleg csúnyákat ír, úgyhogy most már azért én is rányomtam. Próbálkozik, de hát tudod, idő, amíg új fiókat regisztrál. Már elvesztette a türelmét, mert most már azért szexuális utalásokat is ír finoman, ami azért messze nem fér bele a csatornámba. Meg a moderátoroknak a nevét izélte, hogy beírta, hogy S apukája, ez volt az egyik felhasználó fiók. Tehát, hogy most már azért kihoztuk a sodrából, Baxi, most már nem nyugis, mint tegnap. Most már nem nyugis a falak, úr. Az nem jelent gondot, ha holnap szerdán, csütörtökön, pénteken csak kommentbe írok, ha úgy van, mert ugye nem leszek itthon és nem hiszem. Figyelj, nyugodtan írjatok kommentet, az amúgy elősegíti akár ha azt írjátok a live után, hogy jó volt a live, vagy nagyon tetszett a cica, vagy bármi, elősegíti a YouTube algoritmust, minél többen kommenteltek a videók és live-ok alá, akár visszanéztek egy régebbit, akkor hamarabb dobja fel random embereknek. Most meg amúgy nyugi, nem hűít meg a Dév, csak keresi, hogy hova tud ugrani. És keresi azt, hogy merre mehet fölfelé, mert hogy annyira lejöttünk, ott a neonos cucca, hova előbb mentünk. Igen, itt megyünk át oda, és azzal szembe kéne nekünk oda a sárga cucchoz eljutni, itt a mitó. Oké. Tehát oda kell elvileg átjutnunk, ugye az volt a bejátszásba. Egyet szedtél fel eddig? Szerintem igen. Az nem jelent gond, igen, ezt olvastam, lényeg az volt, hogy minket szivatott modikat, és már minden hülyeséget írt, már látszott, hogy felhúztuk. Kihozták a sodrából azzal, hogy lettek modik, Baxi, konkrétan feldühítettük. Még nem mentem át, leestem. Ezzel leestem. Még most megyek át, azaz el, igen. Miért megy át a Déva túloldalra? Azért, mert ott a feladat. Most értem be! Végre! Hú, zenélni akarok. De szép ez a hely.
megyek, nem akarok spoilerezni, jó macskázás, rendben van, Baxi, én is vissza fogom nálad nézni nyilván majd. Még lehet, azt se zárom ki, hogy te hamarabb végigviszed, mint én. Aha. Mit keresünk amúgy? Várjál. Szia, Baxi. Ott a robot, igen. T betű. Aha, megvan a második notebook darab. Már majdnem beírtam, hogy olyanokat, olyanokért, mint ő. Aha, jó. Ide ezért kellett átjönnünk ezek szerint, de azért érdemes körbenézni, tehát ez a játékban az tartom, hogy szét kell nézni. Még kettő kell, rendben. A T betű. De amúgy még nem tervezem egyből lezárni, nyugi. Tehát, hogy azért még van kedvem tolni. Hoppá! Igen. És ha kiugrok, akkor megint mutatja, hogy hol a többi, vagy most nem mutatja. Most miért nem súg a játék? Előbb akkor átsúgott. Jó, hát nézzünk itt azért le. Júj! Akkor hát azért ne. De várjál, Dave lemegy, hogy jut megint föl? Azért óvatosan a leugrálásokkal. Hoppá! Na, menjünk még le. Hogy teszem el a világítást? Ezt ilyenkor véletlen nyomtam ám be. Oksi. Kék jel. Kettes, köszi. Ja, hogy itt volt lehet valami kék jel. Nem, akkor az kint lesz. De cukin ugrik ki. Igen. Ott a szomorú kék jel. Nem a városba, a többi notebookot jelöli. Vagy az hát relatív, hogy az a kék jel, de én azt kéknek látom és jel. Megyünk oda. Igen. Hú, ezt nem tudom ide behozni, Q betű. Ez ide nem való, hát nem. Aha, ott a kék jel. Na de oda hogy jutsz? Hogy erről. Tényleg jó labirintus amúgy a hely önmagába. Megérkeztem a kék jelhez. Hallod, mindenen is átmászok. Hm.
Ezt le tudom húzni. Oppáré! Mondjuk az egy dolog, hogy ott a kék jel. Tudom, még erre szétnézhetünk. De egy ugyanide lejöttünk, akkor lehet, hogy nem kellett volna lejönni. Oh no. Csá! Szia, Luca! Hogy vagy, Mizu? Te akkor másszunk vissza föl. Vagy mennyire csak fönt járkáljak, az az elme. Lehet, hogyha azt mondod, hogy ne csak fönt, akkor nem járkálok csak fönt. Vele még nem beszéltünk. Mondjuk így is felfedezem a környéket, úgyhogy... Ja, a kék jelnél lettek volna a notebook darabok, hát szomorú. Bementél szobába, de kijöttél, bakker. Akkor valahogy mindjárt megpróbálok visszajutni. Kár, hogy nincs teleport vagy valami. Vagy nincs egy mob? M betű nincs. Hol jöttem be? Na akkor megint megpróbálunk feljutni föntre valahogy. Tudom, hogy ez a kék az F fölött van. M betű a Genshinben van. A legtöbb játékban M betű a térkép. Próbált megért valóban. Nem baj, mindjárt felvergődök én. Valahova. Hát messze nem jutottunk föntre. Igen. Igen. Nagyon jó, megyünk fölfelé, mint a talajvíz. Nem lesz sajnos Elden Ring a csatornán. Meg sincs a játék, meg nem is tervezem egyelőre. Erre most még nem kell törölni, amikor nem ír fasságot, mármint akarom mondani, hogy nem ír hülyeséget, akkor nem kell egyből, most csak kérdezett. Kérdezni még lehet, de hogyha hülyeséget ír, akkor nyugodtan. Ez most kivételesen nem kell törölni. Majd figyeljetek oda, srácok, hogy tényleg csak, hogyha olyat ír. Szia, Krisz! Miau! Üdvözöljük Kriszt! Na, szóval ez az a ház, ugye? Az az el, ahova visszajöttem? Ezt mondtad? Mert akkor itt mindjárt körbe keresgélek.
azaz kakiló ceca. És Krisz, van egy új emojink, mert tegnap lemaradtál Pokémon napról, de hogy van egy trollunk, kedves Gábor úr, és 31 vagy 40 fiókkal jött és szépen tiltogattuk, úgyhogy most is visszatérő nézünk. Úgyhogy innen is Gábor urat üdvözöljük, és így új moderátorként itt van Pati és S. Érdemes a Baxis Live-ot visszanézni, nagyon vicces volt egyébként, ahol lekapartad a függönyt az ablakról. Úgyhogy tényleg azt mondom, Krisz, ha lesz cirka 4 órád, akkor a Unite végétől magát az Arceus-t és inkább csak a Pokésznap részt érdemes visszanézni, akarsz egy jót röhögni, komolyan mondom. Hol kapartam én le az ablakot? Mármint a függönyt. Milyen a játék amúgy? Nagyon-nagyon jó. Én nekem nagyon tetszik eddig. Meg lehet érteni, még újak a szakmában. Igen. Igen, imitálni akarják, hogy zaklatják Dave-et. Igen, nem ez a szoba. Ja, és kedvencem volt, hogy Dave és Baxi milyen ideges, és olyan full nyugodtak voltunk, szakadtunk a röhögéstől. Menj ki és kövesd a Somi kék jelet, rendben. Kijövök, és a Somi kék jel. Igen. Jaj, bakker, leugrottam! Tegyük el a lámpát. Igen. Somi kék jel. Hát de ez a... Ja, másik. Aha. Nem látott még Fall Guys Live-ot, ahol Dave tényleg ideges. Aha, ez lesz az. Ja, nem, itt csak kaparunk. Amúgy én fáradt vagyok, pedig nagyon sokat aludtam, és nem értem, szóval mivel nincs semmi ötletem, ezért értelmetlenül írok, de fáj, rendesen nem értem, az igen. Mi volt ez a hang az ajtónál? Igen. És akkor utána született egy tök jó alakaza, most mém is, meg lett ez a... Ott a lap! Csillog, csak nem látom. Mert vak vagyok. Jee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 
tetszett a játékkal. Ott voltam a Uniton. Ja, a végére már vagy 30 valamennyi lett Krisz, úgyhogy kitartó. Ja, de legalább lett egy lapom. Akkor ez nem az volt. Ez zenelap, oké. Okay. Megpróbálunk akkor oda visszamenni. Mert a kék jel az egyértelműen ez. De ne lefele, cica! Van még két városba. Ja, kettő darab kék jel is. Ó, akkor keresünk egy másikat. Értettem. Akkor menjünk le. Vagy hát föntről lehet, hogy jobban látjuk. De ne menj le, de most mondtad, hogy nem ez az a kék jel. Jó, visszamászok. Nyugi, ide gyorsan felütök, ez már megvan, hogy jövök fel. Megvan, itt vagyok, haló, itt vagyok. Itt vagyok. Ja, hogy innen meglátom a több... Ott volt egy kék. Aha! Tényleg ott a két kék, jó. Dave, neked szemüvegre gyűjtjük a következő donét. Amúgy tényleg valamikor volt szemüvegem. Tehát ott a kettő kék, ott az egyik és ott a másik. Én, jó, nem tudtam, hogy ennyi szomorú kék van. I'm blue, da ba di ba da bye. Én majd visszanézem, rendben. Valóban ott van. Meg itt is. Akkor kezdjük ezzel, én úgy emlékszem, talán ez volt az, amit beszéltünk. Mennyi, ceca? Oda, aha, ott megyünk fel oldalt. Jó a grafik, nagyon-nagyon szép a grafikája a játéknak.
Nagyon jó játék, tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom majd. Írtó jó. Na, innen kéne valahogy fővergődni a Dave-nek, ott van. Aha. Igen, ezt itt leraktam, erre emlékszek, és itt estem be. Ez az? Aha! Ez 3x4. Aha, notebook darab! Jaj, de jó! Egyből meg lett az az el, megtaláltam. És akkor egy maradt a harmadik szomorú kéknél. Igyunk egyet. A valóságban is csak kifogyott a poharam. Mondjuk most az animáció megállt, tehát nem látszik annyira, hogy iszik. Na. Hely, hagyd már abba az ivást, megfulladt. Hát ennyit inni, én nem iszok ennyit. Itt szedtem le az ablakból a cuccot. És akkor még a harmadik kékhez el kell mennünk. És hogy vagy, Krisz, mi újság? Na most melyik a harmadik kék? Ugye itt már voltunk. Kérdés, hogy ott voltunk, vagy ott voltunk, vagy ott voltunk, ott voltunk. Itt voltunk, és ott voltunk, és különben is, hő? Jó. Szerintem ott már voltunk, de megnézhetjük. Én már összekeverem, hogy melyik kéknél voltunk. Mert szemből jöttünk, láttuk, hogy ott pakolásznak ezek a robotok. Nem? Ugye itt már voltunk? Ott szembe voltunk. Ki hogy emlékszik? Voltunk már ott? Mármint, hogy felszedtük ott? Uh-huh. Akkor a harmadik kékkel. Az pedig ott van. De ott már, ott is voltunk, nem? Na jó, megnézzük. Amint eljutok oda. Szerintem is ez maradt. Ott egy távirányítós. Ja, ez a távirányítós, igen, a tévés. De cuki. Csatornát váltottunk. Igen, az is kérdés, hogy a Red Dead-ből az online, vagy pedig a sima játék, mert mindkettő más-más mérettel van, ha minden igaz. Na! Itt a könyvtárban még nem voltunk, ez lesz a jó megoldás. Yes, yes, yes! Együtt 119? Na, ezt nem tudtam. Ott a zongora, ott egy kotta. Amúgy miért jó a kottákat gyűjteni? Lesz valami zene? Hetedik a nyolcból. Aj, de cuki, ahogy megy rajta. Milyen jó hangra van. Nagyon jó. Ó, hát befekszik a polcra, amúgy nekünk volt perzsa macskánk, és ugyanígy a polcra feküdt be. Már azért szokták akciózni, Anna, rosszkor nézett. Nagyon sokszor volt 25 euró is. Fele annyi is. Mi is annól sorsoltunk az online részből, S. Azt hiszem 5 monguftának is. Nekem megvan, ugye? Őszinte vélemény, miért kell fizetni egy ilyen játékért? Szerintem nagyon uncsi, vagy nem tudom, miért ennyire felkapott. Ez is egy vélemény, és elfogadom, persze. Szerintem amúgy ez egy jó játék, és nyilván egyrészt azért kell fizetni egy játékért, mert maga a gyártó, a technikus, a grafikus, aki foglalkozik az egésszel, a kiadó, nekik nyilván fontos, mert ebből a pénzből, amit fizetsz a játékért, ebből adnak kaját és
megélhetés például a gyereknek, a családnak. Tehát ezt a részét, ezt alátámasztom, hogy azért veszek örömmel meg egy játékot, mert tudom, hogy maga a gyártó vagy a dolgozó is ember, és valamiből meg kell élni. És szerintem ez a játék a grafikai része és a dizájn, illetve a macska kidolgozás és az összes mozgása az nagyon nagyon-nagyon minőségi, tehát hogy talán amiatt lesz felkapva. Alapvetően a koncepció, hogy egy cica vagy, nem nagyon volt eddig, legalábbis kevés ilyen játék volt. Tehát az, hogy chilles, igen, mert ez nem egy akció game, tehát alapvetően, mint a Lost Ember is chilles volt, vagy akár a mikkel játszottunk, ami ilyen nagyon chilles indie game volt. Tehát indie game kategóriába tenném a játékot, semmiképp nem az akcióba. Nem is tudom, mi volt. A Lost Emberen kívül volt egy rókás, amit végig toltunk egyszer, azt is az ajándékozta, no, arra emlékszek. Illetve, de azok is story game-ek, tehát az indie game-en belül story game, mert van keret story, ugye majd visszatalál, nem akarok spoilert, és ne is írja be, aki végig tolta, de lehet, hogy visszatalálunk a cicákhoz. Nord Spirit, köszönöm, azazel, arra gondoltam. Van egy új kulcsunk, tehát hogy ez még mindig az indie game kategória. Alapvetően, hogyha videóst keresünk, aki hasonló játékokkal játszott, az alapvetően mindig is a Dogi Andi volt, illetve mi Janával, mert mi rengeteg indie game-et toltunk a Sally Face-től kezdve, ami amúgy horror is, de hogy a legtöbb, ha megnézed az első pár játékból levő live-jainkat, az indie game volt, mint például még volt egy jeges is, úgyhogy... Úgyhogy azért mondom, Krisz, hogy ez egy nyugis game, ez nem akció, nem izé, nem feltétlen sztoris, ez inkább egy indie game, de mellette van egy sztori szál. Táncolnak a könyvek a háttérben. Úgyhogy én azt mondom, Krisz, hogy valóban nagyobb hype-ot kapott, mint amit megérdemel. Ha azt nézem, hogy izgalom terén, de maga grafikailag, látvány, zene, és stb. Viszont megértem a hype-ot. Tehát, hogy ez a része megértem, meg az, hogy egy cica. Azt, amit mondtál, horror, az milyen sztorin alapszik? A Sally Face, hogy nem tudjuk meg, hogy mi van az arcával, de hogy abban egy ilyen panelházban lakik, ahol gyilkoláztak, stb. Ez bonyolultabb. Ez az a kategória, kinek milyen játékgémek jönnek be. Igen, tehát ez tényleg olyan. De én elfogadom a véleményt, tehát azért mondtam, hogy látod, hogy normálisan reagáltam is rá, igyekeztem, hogy remélem kicsit így választ kaptál egy picit. Kották a zenész robotnak kell majd, mondjuk ez logikus? De azt a részével, azzal a részével egyet kell értsek, Krisz, hogy én se értem, hogy akinek kiesik a komfortzónájából a játék, vagy mondjuk nem szereti az ilyen stílusú nyugis gémeket, az miért játszik vele? Mert hype. Vagy mert véletlen tetszik neki, tehát azért ki lehet mozdítani az embert a komfortzónájából egy látványos játékkal. Ezt azért tartom. De azért mondom, hogy érdemes akár a Lost Embert, akár a North Spiritet, akár a Sally Face-t végignézni a csatornán. Beírjátok Mongufta Family, Sally Face, Mongufta Family, North Spirit, Mongufta Family, akár a Black Tail, például jön a Black Tail 2, és én azt is végig fogom tolni, bármennyire is idegörlő és agyvérzés volt a Black Tail alatt, de várom a folytatást. Alapból kiírták a fejlesztők, hogy nem egy akciójáték, inkább macska szimulátor, és igen, tehát macska szimulátornak ez nekem tökéletes. Értem, de nekem az indie game-ek is túl unalmasak, például vannak indie game-ek, de szerintem nem ér hype-ot. Az indie game az tényleg olyan kategória, azért indie kicsit, mert ugye zenében is van az indie kategória zene, ami alternatív egybe, van egy réteg, aki szereti, imádja, van, akit nem fog meg. Lost Embert négyszer játszottam végén, én kétszer, mert a télit is végig toltam, meg a simát, de a télit nem live-ba, csak abból egy részletet. Tehát, hogy azt például nagyon szeretem. Ezek a játékok általában a hangulatot adnak, hangulat fogja meg az embert, mind a zene, mind a látvány. Ezektől én többet nem várok. Tehát ennyi, ami ebbe benne van. Az, hogy ekkora hype-ot kapott, az pedig hidd el, hogy azért van, mert cica. Tehát, hogyha mondjuk ez egy cuki csivavával lenne, ugyanakkor a hype-ot kapott volna. Tartom. Tartom, hogyha ez egy csivavával lenne, ugyanekkora hype-ja lenne.
olyan dolgokat szerintem, meg a Genshin kapott hype-ot, ami nem érdemel meg. Ezerszer több MMORPG van, ami jobb, mint a Genshin. Attól független, hogy az én is azzal játszok, és az van felhype-olva. Ezzel egyetértek. Nya! Tehát akkor meglettek a darabkák, ugye meglett mind, mert most kicsit elvesztem, ilyenkor vissza kell menni a kocsmába? Én akarok ilyen játékot kutyás kiadásba. Előbb-utóbb hidd el, hogy lesz. Tehát, hogyha ennek most lett egy ekkora sikere, akkor simán lehet. Vagy elég, hogyha nem azt kell, kinyitottad a széfet a könyvtárba. Nem! Megyek vissza! Milyen széfet? Azt írt, nem azt írtad, hogy menjek ki onnan? Elvesztem. Azt olvastam, hogy gyere ki onnan, bakker! Jó, Dave. Az én macskám nagyon szeret ugrálni, és én azt akarom, hogy neki jó legyen, ezért nagyon sokat ugrál oda-vissza. Jó? Én így játszom ezt a játékot. Ezt így kell játszani, jó? Ha miért lenne jó, hogyha csak egyszer mész oda, ahova el kell menni? Menjél 36-szor ugyanoda. Az már izgalmas. El ne hidd. Tehát, hogy... kinek mi, Krisz? Tehát azért mondom, hogy én erre nem sajnálom, nekem ez tetszik. Mentségedre szóljon, eltereltük. Jó, mondjuk az is igaz, hogy tény, hogy végig pofáztam, de attól független, mint streamernek nekem figyelnem kéne a játékra is. Most honnan ez szarból jöttem? Hol volt a könyvtár? Melyik kék? Nem az mi? Az volt? Nem. Az a kék az. Most ennyit súgjatok le, aztán utána folytatom a játékot közben. Hogy melyik kék. Az. Jó. Meg hát ugye, az is például egy ilyen, hogy 2 óra alatt végig lehet elvileg ezt a játékot tolni, ha rohansz, de mint látjátok, én 17.526-szor leugrálok meg vissza. Kihasználom, hogy játszhatok. Tessék, én úgy hallottam, hogy 2 óra alatt volt, aki végig tolta speedrunba. Na akkor itt kellett széfet találni, vagy nem nekem szólt? Ja, értem, esnek. Na keressük meg a széfet. Tehát a könyvtáron belül lesz valahol egy széfecske, ami tele van pénzecskével. Mennyi gép? Mekkora lesz itt a villanyszám? Itt már nem működik, de hogy... Várjál, tér, ez a kép mögött nincsen semmi, nincs. A zene az például itt is jó, tehát a zene is tetszik. Jó, lehet, hogy világítsunk be egyet. Azaz. Szia, Nusi Husi, mi újság? Most magyaráz a széfről. Meg kéne találni, hogy huna széf. Kéménak jövőkingból. Milyen napod volt, Nusi Husi? Ott Dave már nem zsemlére fog gyűjteni, hanem áramra. Ne is ne viccelj! Hát ha összejön a 6000 és 24 órás live, hallod? Konkrétan egy hónapig nem eszek, de lesz egy 24 órás live. Jó, hát nyilván túlzok, de bizakodjunk, hogy nem így lesz, majd meglátjuk. Most például nagyon-nagyon hálás vagyok, nyíltan megmondhatom, nagyon hálás vagyok az az elnek, hogy most ajándékozott 5 tagságot, mert azt már el tudom majd tenni azt az összeget, hogyha esetleg nem futná áramra, viccelek csak, de hogy tényleg nem tudni, hogy mi hogy lesz, de igyekszünk mindent megoldani, maximum lehet, hogy nem 5 órás live-ok lesznek, csak 2. Nem tudom, ezt majd hozza az élet, addig örüljünk annak, amink van. Mindig azt mondta nekem egy bölcs ismerősöm, örülj annak, fiam, hogy luk van a seggeden. És milyen igaza van, ha nem lenne, nem jön neki a fing, meg a egyéb dolgok. De ennyi, egy bölcs mondásot kapjatok.
augusztus utáni árakkal számolva tavaly decemberi gázunk 567 ezer lenne. Mondjuk nekünk a gáz az nem, az teljesen jó, mert sose léptük túl, a villany az viszont mi is számoltunk, hogy egy 40 ezerrel simán több lenne per hó. Nem minden hónapban, de jó esetben 10 ezerrel lenne több, rossz esetben 40-50 ezerrel, ami azért már viszont sok, mert annyit nem keresek a munkába. Sőt, a YouTube-bal sem mielőtt bárki azt hinné. De hát ez egyéni probléma. Na, ott a széfecske! Hali újra szárnyas lány. Na, a szárnyas lány meglett a harmadik tagság ajándékozó is, top 3. Baxi, szárnyas lány, azaz el, úgyhogy ezeket tényleg így külön jegyzem, és majd évvégén lesz egy ilyen köszönjük a mongufták nevében az összes tagság ajándékozás. Könyvtár, hát bizony, aki nem tudná, ez nyílt titok, hogy szárnyas lány könyvtárban dolgozik. Ha titok, akkor nem így van, Dave hazudott. Igen, tehát hogy most a legtöbb YouTube támogatás viccen kívül lehet, hogy villanyszámlára lesz a következő hónapban, de reméljük, hogy nem így lesz. Na, hol a kulcs? Ott a kulcs. Nyílt titok. Ó, és nálatok is van egy szép, amiben aranycica van? Mert akkor megnézem. Tudom, hogy van egy széfetek, amiben aranycica van és egy térkép. És mi van még ott, azt nem tudom. Szép nincs, de van tömör raktár. Nagyon jó. Most van meg mind. Hát igen, ez azért hosszú volt, de köszönöm azzal a segítséged. És akkor most kell visszamennem a kocsmába. Dév az végig a játékba, a cicával kocsmába akar menni, nem tudom megfigyeltétek-e. És 27541-szer jön vissza az adott helyszínre, ahol a feladat van. Most mehetek a kocsmába? Nem a kocsma. De miért nem? Jó van, menjünk akkor Momóhoz. Emlékeztek még Momóra? Ő egy ijesztő démon. Mármint a... Haló? Jó, menjünk vissza a démon, a Momóhoz. Az a másik síros kéknél volt, most már tudom, hogy a kékekhez kell menni. De melyikbe? Ott volt a Momó, nem? Vagy a Momó a kocsma? Alkohol nem jó a macskának, csak tejt iszik. Jaj, a neonsárga felirat. Már megint ez a... nekem majd kell egy mém, hogy Dave utálja a neonsárga feliratokat. Nyugodtan, Dave nem találja a neonsárga feliratot. Halljátok? A legviccesebb, aki majd visszanézi a live-ot, az ezzel írja, neonsárga házam felirat. Mondom, én a neonsárga házat kerestem, majdnem leestem. Nem erre gondoltam, na, de hát azért ott van fönn, nézd. Oda kell majd visszamenni, mert Dave trollkodik és lemegy jó lentre. Oda kéne, mert oda nézzé, megmutatom, hogy hol van a sárga feliratos ház, és eljövök 6 kilométerre onnan. Így kell játszani. Se az irány, se a lentfön nem stimmel, de azon kívül nagyon pró vagyok ebben a játékban is. Ezt csak így szabad játszani, a Dave módjára akarod játszani, ilyen nehezített akadályok vannak, hogy a másik irányba indulj, föl helyett lefele. Ez ilyen Dave végigjátszás, sokkal nehezebb, és így vagy 30 órád lesz a játékban, mire végig tolod, csak úgy mondom. Jár a kex, köszönöm. És igen, megjegyeztem, hogy a szellőzőnél kell felmenni. Aaaa, ne menj le! Jérid! Úgy. Hú, köcsögök. Hopp! Összetört! Ez is összetört. Kedvencem volt, ide feljutottam és lementem ezzel. Best. Dév, olyan vagy, mint akinek inverse lenne az irányítás. Igen. Beugrunk a Momóhoz. Szia, Momó! Hoztam neked valamit. Te hanyag fazekas, igen. Ja, oda kell neki adni a notebookot. Igen, ez zene. Momos notebook 1. Aha. Ja, mindet odaadom. Nem adom neki, dehogy nem. De most még van Momos notebook 1. Mi a baja?
Hoztam magamnak dinnyét. Nincs egyesítve? Vagy mi a baja ennek? Azt látom, hogy több darabban van. Össze kéne egyesítenem valahol. Dinnyét? Sárga dinnyét jobban szeretem. Ja, ne a sajátját ad oda. Micsoda? Na itt például hülye az irányítás, hogy miért a V betűvel. De ez az egy. Miért nem adja oda? Vagy nem ez kell? Ez kell neki? Ó, megtaláltam! Na, sárga dinnyét eszem, mert jó étvágyat, azt szeretem. Tű, de jó ez a játék! Nem, amúgy nagyon jó. Nehéz szülés volt. Et voilà! Rex! Come with me! Kövessük. Ezek még nem a bonyolult feladatok. Azok a következő live-ra maradnak, azt most megmondom. Új item. A gain new it again. Igen. És ezt hogy használom? Mi ez az új item? Mutasd nekem. Az urszok ellen lesz valami. Kedves B12 vitamin. Itt van egy tippem, hogy zurkszak fognak jönni. És meg is vettem a játékot. Kár, hogy nincs itt support creator code, viccelek csak. Hát figyelj, szárnyas lány, sok örömed legyen benne, és nagyon jó játékot kívánok majd neked. Örülök, hogyha motivált téged, amit láttál. Bár ha az motiválta, hogy én játszottam, nem, amúgy örülök neki tényleg, szerintem mondom, megéri. Új pályarész. Le lehet lökni megint dolgokat. Azaz, a kannák, úgyis drága a benzin is, azt is lelököm. Minek az? Írtó jó amúgy. Tehát, hogy én nagyon élem. Tényleg chillesebb, mint amikkel én szoktam játszani. Nagy actionök nincsenek benne jelenleg. Menök már le, aki sörös doboz, szörös doboz, azaz. Jó van, ott hagyom, nem akarok le. Ott vannak a csúnya zurkok, ajjaj. Te nem lenni, azt se tudnám, mi ez a játék, pedig a fél világ ezzel játszik. És nem túlzok. Hogy kell használni, amit a zurkok ellen kaptunk valamit? Itt valószínűleg megint menekülni fogunk. De azt írta, nyomjak el betűt! Az egy adóvevő a toronyba. Ja, vártam már, ki fog először streamelni, és elhatároztam, hogy megnézem, és eldöntöm, hogy kell-e. Hát akkor ez nagyon megtisztelő, hogy úgy döntöttél ez alapján. Én köszönöm szépen, bár nem elsőnek streameltem. Mondom... De bár! Csúlyák! Hát hogy érzelgősködjek így? Nem hagynak a zurkok érvényesülni. Tehát... Még egyszer. Tehát, igen, én láttam már viárosoknál és dogionnál, nem tudtok ide jönni! És örülök, hogy így már én is itt vagyok. Ilyen korán. Itt már majd taktikázni kell a nyávogásra, magaddal vonnod a zurkok figyelmét. Aha. De akkor várjál, merre kell... Hova kell menjek? Rájuk lököm a festéket.
hülye zurkok. Ezzel ölték meg a törököket is Egerváránál, ráöntötték a zurkok. Igen. Csúnya zurk. Én a VR-nál nem láttam, pedig én úgy emlékszek, hogy de. Mármint, hogy én ott láttam. YouTube-on. Vagy lehet, hogy nem az ő csatiukon játszottak vele, de hogy őket biztos, hogy a Pisti játszott vele, hogy a kiabálósabb. Nem tudom melyik. Igen, de az első emberek közül, akiket figyelek, te voltál az első. Hát ez nagyon jó, és örülök neki. Meghal a cica! Ezt tudtam, hogy meghal, mert félre nyomtam. Azért nyitottam fel a cuccot. Ez egyértelmű volt, hogy meghaltunk. Honnan kezd ilyenkor? Innen. Azt nézem, hogy itt oda, hogyha át tudnék gyorsan vergődni. Hadd menjen. De nézd a kis köcsök, mármint a... Oda csalom őket, roham! Aha, így ki kell cselezgetni őket. Ha-ha! Hülye zurk! Ott maradtatok! Menjetek, menjetek oda, úgy van, hülye gyerekek! De én is hülye vagyok, mert itt meg már voltam. Vagy nem? Már nem tudom, hol voltam, hogy nem voltam. Igen. Innen merre lehet menni? Oda. Hogy szaladnak? Amúgy nagyon emlékeztet maga a mozgása, a patkányok mozgásába a Plektélből. Ha nem láttátok, azt is érdemes visszanézni. Nagyon jó középkori is sztoria van a Plektélnek. Aha, lett még egy emlékünk. Jó sok emlék összegyűlt az előző pálya részen. Mi történik? Rohannak az zurkok. Igen. Hó! Utazok! Az otthontól! Oh-oh! Szerintem ugorjunk rá vissza, és akkor még arrébb megy. Hó, de pró vagyok, de ott fönn nem kellett volna valamit felszedni? Biztos nem! Azért van ott annyi... biztos nem hagytam el ott semmit. Ilyen hülyeséget. Ezt szeretem. Guruló ceca. Zergres van, azaz. Itt csak menni kell. Menni kell és enni kell. Ok. Uhú! Visszaugrik! Tá! Jó, nem estem le. Egyből tovább lendülünk. Hoppá! Építkezési cica vagyok. Én vagyok a Worket. Nagyon szeretek dolgozni, építkezéseken rohangászni, ez a hobbim, és a zurkokat üldözöm. Hoppá! Oh-oh. Nem picit csaptam zajt. Oj, zurk veszély! Nyomd be a tűbetűt! Hülyeék! Mindjárt kinyílne magától. Hello, zurkok! Na várjál, átként... AAAAAAH! Ide átjönnek! Hú! Oda felugrik! Én magamra nyitottam az ajtót, ne! Na várjál, ki kell cselezni, oda felugrálnak a kis genyó. Hogy néztek ki? Én nem merem magamra nyitni, de igazából azért gondolkoztam én is az átnyitáson, hogy megpróbáljam elcsalni őket ide. Átcsalod őket ide, kinyitod az ajtót, átfutsz a túloldalra, és rájuk zárod. Mit csinálsz? Átcsalod őket ide, kinyitod az ajtót,
Nagyra nőtt kullancs, amúgy igen, nem annyira patkánynak néznek ki, inkább kullancsnak. És honnan kezdem? Ja, innen. Tehát várjál, próbáljuk kilogikázni. Átcsalom őket ide, bezárom az ajtót, de hol zárom be? A másik oldalon is van ajtózár. Átcsalod őket ide, kinyitod az ajtót. Átfutsz a túloldalra és rájuk zárod. Jó. Ja, hogy ott le vannak zárva. Hát ez nem volt jó ötlet! Ezt nem így terveztem. Még egyszer. És ha csak tovább megyek és az urkok ott maradnak, az is egy opció. Figyeld. És én ott gyorsan felrohanok. De nem bír felrohanni, baszd! Amint a... Ja, hogy ezt el kell oda tolni! Túléltem! Bezárod az első ajtót, átjönnek az urkok. Az ajtóra, balra, ott a lámpa, fel tudsz oda gyorsan. Nem, nem tudok úgy. Ez hordós, ez nem jó. Figyelj, átengedem őket. Ha-ha! Megvagytok ti genyák! Meg vagyok. Kis szemétládák. Összeszarják, meg koszolják a részt. Nézd meg, milyen csúnya. Még tényleg úgy borító. Fúj. Akkor igen, az lesz, amit mondok. Ja, hogy lesz egy másik, és te azt mondtad. Aha, már értem. Látom! Az ott mind zurk. És ide menjek le, mi? Ide leugrok, megdöglök. De ijesztő. Miért nem beszélnek egymással? A gumimacik fúj! Ez a rész nagyon ijesztő és csúnya. Haribó, igen. Fúj, de undorító ez a rész. Tiszta Love Dead Robots. Tényleg nagyon durcán néz ki. Tehát ez szerintem egy ijesztő rész. Jelenleg. És itt hogy kapcsolgatok? Várjál, hogy fel tudok ugrani. Aha. Ott vannak az urkok! Igen. Balról is és jobbról is. Hát itt leugrok, ezek szétszednek. Waaah!
Hova kell menni? Hova kell menni? Nem látom, hova kell menni. Nem látom, hogy hova kell menni, ezt tartom. Na majd mindjárt megfejtjük. Sehol nem volt út, vagy legalábbis én nem láttam a sok piros szartól. Ajjaj. De amúgy jól elcsaltam a feléről. Aha. Jobb felső sarokba át tudok mászni? Mondjuk ez merész volt, ahogy csináltam. Aha! Ó, oh, nice. Köszi. Na innen viszont érdekes lesz. Amint lemegyek, megölnek. Aha. Így! Roham! Haha! Megvan! Itt kell taktikázni. Viszont nem volt checkpoint, gondolom. Ha. Ez jó kérdés, hogy mindenhol vagyom tovább. Hogy hívják a jós kisgyereket? Na hogy? Benyomsz az S billentyűt, látod mikor mentett újra. Aha. Szia Henrietta Panna Hammery. Ó, ez megint ilyen ide tolós. Ja, itt be vannak zárva az úrkok. Akkor jó. Itt sincs úrk. Hello, Star Stable magyarul. Üdvözletem. Jóska, ne! Na, még egy memória meg lett. Ez ilyen zurk fészeknek tűnik amúgy. Na, innen át kell a zurkokat majd engedni nyilván. Nekünk egybe át kell rohanni. Figyelj, roham! Most vissza kell zárni. Menj már le, cica! T betű! Ugye? Jó, kizártam az urkokat. Ez az! Az életemből kizárlak titeket, ti. Az urkok meghaltak? Haló? Miért haltak meg? Nem, mint a hiányolnám őket. Félreértés ne essék. Mi lesz a lovas katonába? Hát meg rajta az úthanger, lemez lovas, ne! Igen, várjál. Ezzel nem biztos, hogy ide kellett jönni. Mert innen jöttünk, nem? Ott haltak meg az úrkok. Vagy teljesen át kell tolni a másik oldalra? Az lehetséges? Tehát én ezt kinyitom. De
De ennek mi értelme? Ó, hát ez az értelme! Aha, hú, de... Oj, de! Tettek az urkok! Jesus! Ah! Hú. Ez nehéz pályarész. Tehát aki azt mondta, hogy ez egy unalmas és nem izgalmas játék, annak mutatom ezt a részt, jó? Hát persze, hogy jönnek! Mami! Menj már le! Hova kell? De nem megy! Csiáj! Én azt hittem, ott kell lemenni! Ott van! Nem tudok belemászni! Igen, most írta az ezzel, addig kell futni, míg le nem ér a lift, ezt én nem tudtam. És magától kinyílik a lift? Már hogy nem volt nyitva a 100%? Ez az volt, szárnyas lány, ez köcsökség volt. Nem nyílik ki magától? Doboz lift, tehát rá kell ugranom? Vagy nem értem, mi az, hogy doboz lift? Mi a játék lényege? Hát alapvetően hosszú lenne elmagyarázni, egy cicával bekerülsz ide, küldetéseket csinálsz, keresed a cuccokat, meg ilyesmi. Ez egy új játék, még most jelent meg. De akkor hogy megyek bele? Jó, hát most futkorászok az urkok elől, nem arról van szó. Mármint, hogy gyorsan megdöglök, mert ezt elrontottam. Nem így. De hogy megyek bele? Tehát most hiába is jön le a lift, ha nem tudok belemászni. Mondom, amúgy Plague Tale feelingem van. Tehát ha játékot kell mondani, ami hasonló ehhez, az a Plague Tale. Teljes mértékben rád mennek a patkányok, alig tudod lerázni magadról. Ráugrok a tetejére? Gondoltam. Hogy úsztuk túl az előbb? Hogy úsztuk meg, gyereket? Körbe-körbe mentünk, nem? Bazdik, szakarodjál már! De jönnek sorra! Nem! Meghaltam. Jó! Meg vagyok! Ti szemétládák! Négy cica van egyikük, mi vagyunk, egyszer elmentek túrázni, mi leestünk szakadékon, és onnan jutottunk a ideig. Röviden a játékot eltövet magányos és sérült kobor macskának fényekkel derítőzési lejtőre, kijusson a rég elfeledett városból, ez a szakszerű sztori. Köszönöm szépen Annának is az ezzel. Hú, egy GG-t megérdemlek szerintem, ez csak meg lett. De itt már ugye nem lesz zúr. Kinyírták David szemetek, azaz. Aha, na mindjárt juzájtemezünk. Ja, ide hoztuk az antennát! Aha! Lelökhető festék. Ez az. Hogy elrepül?
Na jó, tegyük be az antennát. És lőn világosság! Beszarsz a télen. Oltodnak fel a lámpák, és hát kapcsolódnak fel. Aha. Wow. És vége a játéknak, szép is lenne. Szép is lenne. Igen, felkapcsolnak a fények és ciao, adios. Vissza kell menni a Momóhoz. Akkor utazunk. Innen leesne, meg is döglem, amint a... Na, nem kellett megkeresnem, hol a ház. Segít a játék, nagyon jó, köszönöm. The Slime Spot 2. Labda. Labda. Na. De várjál, most nem a könyvtárba tett le? Nem, ez a mumuháza. A look note. Lement a bárba? Hát ezért jöttem vissza, hogy a Momó meg elment itthonról. Én kérek elnézést. Mégse segít a játék. Jó, most nem. De már rég kapartunk körmöt. Kaparászunk egy kicsit. Na végre mehet a cica a kocsmába. Mióta vártam ezt az az el? Az elmúlt cirka, nem tudom, 2 órával, ja, legalább. Ó. Aha. És akkor ez levisz talán a bárhoz. Amúgy így egyszer kipróbálnék utazni ilyen felvonón. Hát úgy hívják, hogy libegő. Na, hol a kocsma? Hidd, de azt egyből megtaláljuk. Bár rajtam múlik. Azaz. Bár nem, mert most az a cél. Ahova általában menni kell, azt nagyon nehezen találom meg a játékon belül. Na. Én le akarok menni. Látod, én az ellenkező irányba megyek, mint az előbb. Lentre kell menni, most csak fölfelé megyek. Mondom. Dév meghívott. Na majd ott le tudok talán menni. Aha. Ez az. Lent vagyok! Ünnepi pillanat. Még a kocsma be nem hozzám. Na, hol a kocsma? Ott van! Vagy ez nem a kocsma volt? Ez nem a kocsma. Ez itt mit táncikál? Ja, ez nem a kocsma. Na, zenész kollega, hoztam neked zenélő cuccokat. Adjunk neki zene cuccot. Megvan az egyes? Nincs.
Eljátsza. Pont jó, hogy jött a Gold FM. Köszönöm az elég is a segítséget, és még egyszer köszönöm a tagság ajándékozást is. További szép délután, és valószínűleg én is nem sokan zárom a live-ot, és lesz folytatás majd. Egészen jó szólt ez a dalocska. Köszönjük szépen ezt a zenét. Csodálatos volt. Adok neked másik kottát is. Szeretném, hogy ezt játsz le. Tomorrow's című dalt. Tessék, legjobb. Ez a játék. Dalolok. Írtó jó, tehát ez is egy tök jó rész benne szerintem. Jó, majd adok még másik kottát, köszönöm a zenét, én keresünk meg a kocsmát. Hol a kocsma? Ez nem az. Ezt még mindig zenél hallod, ide hallom. Hello! Ha, menjünk be utána. Ezek megmélt egymásnak esnek. Egészségemre, bocsánat. Jövök! Ó, kaptunk fejsimit. Oda néz. Pillanat, srácok, így hagyom nektek, hogy úgy gépeljem, mert minden csak muszáj kisílnem egyet. Sietek vissza. Na! Így van, az alkohol rossz. Nagyon ritkán. Évente kb. Mondtam, hogy kb. 4-5-ször iszok, esetleg karácsonykor, születésnapkor, de alapvetően nem jó bőle. Na! Az lesz a vége, lehet, hogy majd vidám lesz az arca szomorú helyett? Majd meglátjuk, én azt tippelném jónak. Igen, ők a zurkoktól félnek. Hát én is félek a zurkoktól, már bocsánat. Láthattátok. De jó hangom.
Hova mész? Jövök veled. Ő lett az új gazdám. Adjál viszkaszt, azért indultam el. Ó. Hová megyünk? Még összefoglalva, hogy tetszik a játék? Nekem nagyon tetszik igazából. Én el vagyok vele. Én azt mondom, hogy mindenképpen megéri végig játszani. Fogom is, tehát lesz folytatás. Annyira nem rage-eltetőek a zurkok, mint mondjuk a Plague-télbe voltak a patkányok, tehát ez még nekem egy fokkal barátibb. Ó, hogy én itt menjek be, nézd milyen kedves. Ah, új item. Aha. Jövök. És nyissam ki a momon. Jaj! Ojjaj! Mit kell neki mutatnom? Lehet ezt a rajzot? What? This is my papa! Ő az apukája! De ez az én titkos szobám! Most nem tudom, mit adjak neki. Nem tudja a kódot. Nem kér sört. Énekelni se akarsz? Nem. Aha. Betű. Ha, hogy megijedt? Nagyon jó, nagyon életilyen volt meg animálva. Nagyon, tényleg írtóra tetszik ez a része. Piszkáljuk meg a képeket a falon. Ott a kód! Time will tell. Time will tell. Az vajon mit jelent? Ó, itt van közben ő is. És vajon itt beengedjük majd őt? Na, az király. És melyik lovas játékkal fogsz játszani, Anna? Aha, most lehet, hogy megkérdezzük az apukáját, mert ezek szerint ő neki a gyereke. Nem tudok kimenni, haló? Miért nem? Csortam. Ja, még itt vannak leverendő dolgok, jó. A Street Horse Game. Azt annyira nem ismerem, vagy nem tűnik ismerősnek. De ez már ideges a cica, hogyha csak egy helyben van. Mondjuk még ilyet se csináltunk, hogy afkoltattuk a cicát. Dead Urca. Hány órája megy már amúgy a játék? 3 óra 40 perce. Durva. Jó, hát ez szerintem bőven el lehet vele lenni. Bőven el lehet vele lenni. Tartom. Nektek hogy tetszik eddig amúgy? Szárnyas lány, tudom, mert ő megvette őt, akkor nagyon meggyőzte, hogy tetszik neki. Na, megyünk is tovább, csak megálltam egy picit. Szerintem is jó. Ó, ott egy izé.
Ide milyen kód kell, haló? Az lehet a másik alatt lesz. Ja, értem. Hú, ide találni kell egy kódot, na várjál, vagy nem lehet ebbe a kód? Nem. Húha, ide kell valami kód, srácok. Mi van alattunk? Valami szám, nincs szám. Mi volt a négyjegyű kód? Hát már fingom nincs. Aha, elfelejtette ő is a kódot. Valahova nem írtad fel véletlen? Meg lehet, hogy itt meg kell találni egy kódot. Ott van 4 óra. Ó, hol? Ja, hol? 4 óra. Várj, itt mindent leverek. Jaj, tényleg nem véletlen. Ja, hogy hány óra le van rajta? 2 óra. Tehát akkor 2. 5 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 Ó, szárnyas lány! Hát oda nézzé a rejtévények fejtörőjének megfejtője! Scooby-Doo és csapata nem dolgozott így, nagyon jó! Széttörtem a képkeretet, bocsi. Lenni veterán, ennyi. Én nem szúrtam ki a 4 órát, őszintén jobban figyelnem kell az apró részletekre majd a következő live-ba. Most neki. Hát ez lehet, hogy ezt. Nem. Abba lesz tuti valami, amit lelöktem. Vagy nem. Ebben csak volt valami, vagy csak lelöktük viccből. Várjál, kapcsoljunk villanyt. Én túlságosan rá vagyok hangolva a puzzle játékokra, túl sok RPG Maker játékkal játszottam. Az nem baj, itt vannak ilyen zúrkszerűségek. Várjál, olaj. Csomó zúrk. Vagy nem? De így nem miért volt jó, hogy levertük? Nem tudom, mit kell neki odaadni. Nincs nálam semmi kárt. A robot mit mondott? Mindjárt visszamegyek. Aha, még ez zárva van, nem tudok kimenni. Find anything interesting in her? Vagy here? Nagyjából valami ilyesmit mondott.
Gondolom valami titkosat kell találni, azt kezdi, találtál-e valami érdekeset? Aha. Elég érdekes a sok zúl, de mindjárt mondom, akkor bekapcsoljuk a kettessel a fényt, és valami piszt. De tuti a levert dobozba lesz, amúgy minek verted volna le a dobozt? De nézd csak, üres a doboz. Tehát a doboz az vagy bagos, vagy nem a doboz. De valamiért leverted a dobozt. Secret lab. Oh, még egy doboz. Ott van az dobozbó. Megtaláltam. Ez lesz az szerintem, ha találtál-e valami érdekeset. Úriember, robot úr. Találtam. Tracker. Kinyitod az ajtót? Hol az apád? Meg kell javítani a trackert, aha. Azért engedett ki. Na jó, van, szerintem a tracker javítás viszont majd következő live részre lesz. Slumsba kell menni, hát hol találsz valamit, amivel meg tudod javítani, rendben van. Azért mondom, majd a slimesba, vagy slumsba elmegyünk a következőre. Nekem nagyon tetszett, tehát tudja, hogy végig tolom. Tudom, sok játéknál ezt mondom, de vannak, amiket tényleg végig is toltam, és ez azok között lesz. Hát, ha úgy alakul, hogy szombaton tudok live-ot tartani, a live menetrendesek, látják ezek a tagok, hogy szombat kérdőjeles, akkor vagy Fortnite, vagy a cicás lesz, lehet, hogy folytatjuk a cicást, meglátjuk, meglátjuk. De ha nem is a héten, akkor jövő héten ugyanígy szerintem a hét első felébe folytatjuk. És ne feledjétek, augusztus 6-án pedig Mongoftól találkozom, várok ott is mindenkit. Hogyha tetszett és vége a live-nak, akár kommentbe kifejezheted véleményedet a live alatt. Illetve, hogyha te is megvásároltad a játékot, akkor jó játékot kívánok neked. További szép délután nektek, srácok, holnapra videó várható, holnap után pedig találkozunk egy újabb live-ban. Legyen szép napotok holnap is, és ma is, sziasztok!